a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 14 perce. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello. Jó reggelt. Drága hallgatók, itt vagyunk, és a hét utolsó, talán mondhatni legboldogabb, legvidámabb, legjobb napja kezdődik ebben a pillanatban, mert hogy ugye péntek van. És tegnap mondtuk, hogy 9 fok, 10 fok, egészen jó idő. Na, ezt ma már nem tudjuk elmondani. 2 fokot sikerült mérni. Ott azon a hegyvidéken, ahonnan jövök, és itt a városban is. Úgyhogy megjött a tél, gyerekek. Ez hűs. Tegnap este kopogtatott így. Igen. Délután még kiálltál a napra, én konkrétan egy pólóban. Tényleg? Volt egy ilyen kis sarok, ahova úgy gyönyörűen odasütött. Jó, de 6 másodpercig körülbelül. Akkor is, de mindegy, de akkor is kibírtad, és este már, amikor mentem. Jó, és este, amikor mentem haza, amikor megjött a szél, és azt hitted meg, ha az olyan volt. Nagyon rossz. Csípős, tegnap feküdtem az ágyamon éjszaka, és arra gondoltam, hogy vajon a bádogos jól megcsinálta a tetőt. Eddig még nagyon szokványos a történet. Arra gondoltam, hogy a bádogos vajon jól megcsinálta a tetőt, és minden egyes hangra, amit hallottam, hallottad? Mondom, Miki, hallottad? Megint beesik az eső. Fölkapcsoltam az elemlámpát, és elemlámpával világítottam a hálószobába, hogy beesik az eső. Az milyen? Ott azért már van egy masszív paranoia. Ne féljek ennyire, ezek nem olyan hangok, ezek kívülről jövő hangok, mert a bádogos átnézte azt a részt, ahol beesett az eső. De nem nézte át az egész tetőt. És mondta, hogy majd ha visszajövök, akkor ő átnézi. De ez nem történt meg, és rettegek, hogy hol kezd el a falból csúrogni a víz. Milyen jó, jó. És akkor de Viki megnyugtott, hogy semmi gond nincsen, a bádogos nagyon jó munkát végzett, ez a szigetelés. Azért hallasz át mindent kívülről, mert hogy a szigetelés is rossz, de majd azt jövőre megcsinálta. Jövőre jön a szigetelő, mert van ilyen, hogy szigetelő, és ő is megcsinálja. Igen, szóval tegnap egy jeges északi szél így befújt, nem? És ezzel megjött az ígért hidegfront, a hóesés, havazás, ónos eső, köccitálás. Hát látjátok a híreket, hogy az Egyesült Államokban mi van, gyakorlatilag egy Armageddon megint. Hihetetlen, és ők tavaly is megkapták. Igen, minden ősszel most már ez divat lett náluk, már várják. Mi csak a jövétre kapjuk meg majd a mínuszokat. Fura nekem ez a hideg betörés. Hát hogy a hideg, hova tört be a hideg? Jön a hideg, megjött a hideg. Betörik. Hova? Ez csak így betör, megjön és betör. Igen, a hideg? Az ország ajtajai zárva vannak, érted? De ő betörik. Na ezért kérdezem, hova tud betörni? Mi az, hogy hidegben? Hallottam New York államban, hideg betörés. Hát jött egy hideg front, vagy egy nem? Hát igen, csak évekig nem volt jellemző, hogy ilyen mértékben üljön le ott a levegő, meg ilyen mennyiségű hó, meg csapadék legyen. És évről évre úgy látszik, hogy szerintem olyan, mint hogy bíznának benne, hogy nem lesz. Tehát, hogy csak tavaly volt, meg tavaly előtt volt, de idén nem lesz. És hát azért ott vannak áldozatok is elég szép számban, sajnos, tényleg. Hát, hogy itt vannak ott azért egy nagyon komoly drámák is ebből kifolyólag, de hát mi csak a jövő héten kapjuk meg, és azért nem olyan mértékben. De kapjuk már, csak, jó, már indokolt a téli bumi, nekünk is van már hétfőre időpontunk, úgyhogy szépen cseréljük vissza. Nagyon helyes, hogy ilyen. Akkor addig nem álltok ki az udvarra, ugye, hogy udvarról. Tehogy is. Azért. Jó, addig, hát lese, tudom, mert... addig leseveszük a prémes gumitárolókat. Szeretném, hogy addig nem ennyi, addig nem ennyi sehova. Mondom én, akinek még szintén nincsen fönn, de hétfőn viszem a Vikiét 5 órára. Nagyon jó. Levetetni a télit. Jelen. Föltetetni. Az avar, tudod. Föltetetjük a télit, gyerek nagyon szereti. Nekem is valahogy föl kell, mert csak olyan messze van a téli gumim, gyerekek, hogy nem, hogy valamikor fölteszem. Mi, a Győr? Vagy Nyíregyháza? Nem, a harmadik kerületben van. Hát tényleg, az azért ő. Nem, mert a Salzkammergutban tárolja. Igen, mert Dallasországban. Mert innen elindulsz, érted? És gyakorlatilag ott vagy körülbelül 22 perc alatt. Egyébként igaz. Kérnem kell időpontot Dallasországban, mert ott van egy gumiszerviz mellette, és akkor oda be kéne gurulni. Mondanám, hogy én arra felé lakom, és elviszem, de hát hogyha nem érek el vele odáig. Hát figyelj, leszerelem a 4 gumit, vidd már. Állítom addig téglán. Átteszem, és meg elhozom az új gumikat. Nekem nincs téli-nyári felném, én ugyanazzal megyek. Úgyhogy odaadom a 4 gumit, bedobom neked hátra, lecserélteted, visszahozod, addig téglára tesszük, aztán fölrakjuk. Tudod, mi a probléma, hogy a te 4 gumitból egy se férne bele az én csomagtartomba, nem hogy 4. Hát igen, nekem 21-es. Az jó, mert egy kisebb garzolakást megveszel a 4 gumiból. Azért szeretek így gumit venni, meg gumit cserélni, mert hogy elképesztő. Mondjuk ezt nem először hallom, de megmondom őszintén, hogy én mindig így rádöbbenek, hogy 21. Hát értek, ilyen 17-18-as. 18-as. 18-as, de hát a tiéd a 21-es, az olyan két szél a marom kerék. Jó, de hát ez egy hegyen lakik, érted, oda föl kell menni a pusztaságban. Föl kell menni. Figyelj, azt a 150-200 méteres szint különbséget, ami van, ott meg kell ugrani. Tehát ez nagyon durva, 150 méterrel lakom feljebb, de tényleg. Egy hát külön gumifa ültetvény termeli a gumit hozzá. Igen, az 21-es, az picit erősnek tűnik. Na mindegy.
gyerekek, mi újság van egyébként? Mi volt tegnap? Jótékonykodtál? Minden oké volt? Jó volt? De mire odáig elértem. Játszottál? Azt nem hiszitek el. Tehát basszus, engem nem hívott ki senki. Senki? Senki. Engem még este is kihívtak. Tényleg? Halál komolyan mentem. Úgy mentem, hogy Petőfi híd, akkor ott végig a rakpart fölött, aztán az Attila úton végig, és azt mondja, az első játékom az itt volt, közvetlenül az első lámpánál, itt a klinikák előtt, taxis. Ne. Esküszöm, taxis megállt, és látom, hogy üti az ablakot, a sajátját. Mondom, lehúzod, akkor tudunk beszélgetni. Na, gyors, játsz már 1-2-3, jó? Ott kikaptam, rögtön, azt hiszem, ő ollót mutatott, én papírt. Tehát ott volt egy buktám, a második bukta az, ahogy a Hallerről ott ki kell kanyarodni a Petőfi híd felé. Ott ez a zöld színű postás gyors szállító, az a három betűs, Habsi állított meg, ugyanez, ő is, ott nyertem, tehát egy-egynél voltam, és még a millenáris előtt van egy zebra, ott meg kell állni, és ott pedig egy gyalogos kopogtatott be, egy gyalogos lány, hogy ő hallotta a műsort, és hogy játszunk egyet azonnal, hát mondom, életem tessék, és 2-1-re zártam odáig. 2-1. Nekem ilyen egyáltalán nem volt. Én kimentem, átnéztem egy idős házaspárra, gondoltam, kihívnak erre, vidáman átintegettek. Aztán megálltam egy fehér furgonnál, átnéztem. De elfordultak, mert Szulajmán rajongók volt. Szulajmán rajongók, és azért nem azért integettek, hogy végre itthon ment, tudjuk nézni a Szulajmánt. Egy fehér furgonos rám köszönt, ő se játszott, és akkor kicsit magabba fordultam, és hazamentem. Aztán már barátságtalanban nyomtam, mert nem is néztem át sehova. Igen. De nem volt ez a rádudál, ott van, hívjál ki. Tehát nekem semmi pozitív élménye nem volt, és pedig úgy indultam el, hogy na most, aki kihív, rommá verem. És senki. Nem tudtam egyszerűen játszani. Te játszottál az 50-esen? Nem, képzeljétek el, hogy nem állítottak meg. Mondjuk nehéz lett volna, mert autóval mentünk haza. Azt úgy mondjuk, igen. De a fél volna, ha megállítanak az 50-esen. Mónira, de nem akart játszani. Annyira passzív volt így vezetés közben. De, hogyha valaki esetleg nem hallotta volna azok kedvéért, mondjuk el, hogy tegnap indult el a játszik-e a magyar kezdeményezés, aminek az a lényege, hogy a ráérős időnkben, tehát például a piros lámpánál, és elsősorban ott megállítja az egyik gyalogos a másik gyalogost, a gyalogos az autost, hogy játszon egy kőpapír ollót. Hát és ezek szerint felül mindenki játszani akar. Én hármat odáig lejátszottam, és este, amikor elindultam haza, akkor volt még egy játékom, az a Király utcában. Király utcában, ott kivárja, csak ott kikaptam, úgyhogy én 2-2-vel zártam a tegnapot. Órásnál? Nem, oda nem jutottam. Még nem jutott el. Nem, majd ma, ha elárulod végre, hogy hova kell mennem. Nem árulj el. Meg kell menned kell ma valahova, vagy mi? Óráshoz. Ja, óráshoz. Órás, hát tegnap annyi tippet kapott a Feri, hogy gyakorlatilag. Népszínház utca. Jó, tudom én csak. Baros utca. Stex mögött, minden. Igen, mindent tudsz. Leheltél mellett. Leheltél mellett, Lehel csarnok, figyelj, három helyszín a fejemben van. Én körbe mennék. Ma. Én megtendereztetném. Ki mennyiért csinálja meg és hogyan. Ma elviszem. Ma én is meg téli gumiztatni a kis járművet, a nagyon nálunk a családim már van, mert az egy gyerekek élete mégiscsak fontos. Apa meg hagy menjen, de úgy ma egy téli gumizás és egy órázás, ez a kettő van. És aztán végre hétvége. Van program, gyerekek, van program. Én ma baráti estet tartok. Ahogy én is. Jó. Barátaimmal, a zombikkal. Én nem láttam őket 8 hete, úgyhogy... Én sem. Ja. Jó, akkor egy 8,5. Jó, egy 8,5. Szóval baráti est van, aztán... Haza lehet őket vinni ilyenkor, vagy olyan a társaság, hogy nem engedett be a lakásba, és inkább ellepítek a várost? Valamikor haza lehet őket vinni, de az olyankor, amikor Viki nincs otthon. Vagy már alszik. Csöndben! Nem lehet. Vagy már nagyon alszik. Nem, ez most egy ilyen vendéglőbe beülős beszélgetés, majd az egyik legény lakáson gyűlős, és akkor ott mesztelenül fürdőzős, lépcsőházba rohangálós, tehát ez a verzió. Igen, főbérlővel összeveszős. Ez a verzió van. Nem, szoktak hozzám is kijönni egyébként, de akkor általában elszállítom a családot biztos helyre. Nehogy sérülés legyen, anyós barát, elmennek, alszanak egy jót, és akkor ott a fiúk igénybe veszik nálam a mindenféle szolgáltatást, amit ott lehet rendelni, masszáz, szauna, meg nem tudom. És akkor ott vagyunk, hajnalban vagy valaki hazamegy, vagy ott alszanak, de nincs otthon a család. Mire készüljön ma a város? Tehát bitangpusztítás lesz, vagy tényleg? Nem, képzeld el, hogy nem megyünk bele a városba. Tehát hideg van, nincs kedvünk sorbálni szórakozó helyen, semmilyen. Mi nagyon papásan nyomjuk. Elmegyünk, elfogyasztunk egy vacsorát. És utána legény lakás, és akkor és legény lakás, és DVD-zés beszélgetés.
nem vagy már az igazi. Nem vagyok már az igazi. Én sem a mentes vizek. Én sem a mentes vizek, igen. Van. Virgin mojitók. És 2,5 liter abszint. És igen, és mindenki nézi a telefonját, és a rózsaszín telefonokat intéz, és egy órakor már otthon van. Nem, figyelj ezt, hogy én álljak, mit tudom én, az öt kert előtt, és a hajnali fél egykor a bejutásért harcolva. Szerintem mondjuk be tudsz menni anélkül is, hogy állnál, igen, csak nem szeretsz. Nem, tudod, de ne, hát 40, ez a klasszik 40-es. Ez egy lakáson gyűlünk, beszélgetünk, chipset eszünk, filmet nézünk, és malac vicceket mesélünk, és na, kibeszéljük. És kibeszéljük a nőket. Malac vicceket mesélünk, és mindenki kibeszéli a nőket. Mint a kisiskolások. Gyakorlatilag. Igen, ez a télen milyen begubózunk. Tehát aha, nincs ez a városba menés, és akkor kajtatás a szórakozó helyen. Az nyáron jó, beülsz a bazilika eszét, tényleg iszol egy bort, ott nézelődsz, beszélgetsz, ismerősöket találkozol. Tehát télen én le a kalappal. Múltkor hallottam, hogy minél kilométeres sorok vannak néhány menő budapesti szórakozó előtt, állnak az emberek a mínuszokba, hogy bejussanak. Annyi nincs benne, aha, nem? Hát nem tudom, és én mondjuk én nem vagyok egy ilyen nagy diszkóba járó. Nyáró jó, ilyen romkocsma, jó. Ide mész, szimpla kert, elmész, az úgy tök jó. Az az akadozó távfűtés miatt van. egyébként lehet, igen. Na, nézzük, mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy gyerekek, nem bírom, amikor benneteket bántanak, írja Gaben. De egy másik rádión egy picit oda pirítottak nekünk. Ja, várjál, igen, ennek van egy előzménye. Aha, a bocséknál téma voltunk. És valaki azt mondta, hogy minket büntetne a gyerekkel? A bocsi azt mondta, hogy nem kínozni? Ez hogy van egyébként az, hogy a hallgatók megírják, hogy miről beszélnek egy másik rádióban, aztán megírják nekünk, hogy minket bántanak, és ezt nem bírják. Ez egy anomália. Hát lehet, hogy neki csak mesélték Gabennek. Nem, mert ez most reggel történt. Ja, hogy most hallod, aha. Érted, mit mondok? Igen. Tehát, hogy ez egy tök fura helyzet, de tetszik nekem, hogy te szeretsz egy rádióműsort, de közben hallgatsz egy másik rádióműsort, aztán visszakapcsolsz oda, akiket szeretsz, és megírod nekik, hogy őket bántják, bennünket... de közben te azt a rádióműsort hallgatod, ahol bántották őket. Nem, Gaben megy a munkahelyére, bennünket hallgat a rádióban, beszaladt egy kávéra valahová, ahol szólt a másik rádió, ott meghallgatta, visszaült, majd írt egy SMS. Na? Így van. Ez egy elképzelhető. Nálunk nem a kedvenc zenéje, mert ezért egy picit átkapcsoltod a hátha, és akkor így ennyi. Nincs ezzel semmi. Mi is bántunk egyébként sokszor kollégákat okkal. Úgyhogy ez oda-vissza, ez egy ilyen társas játék. Nincs ezen gond. Igen, nem, érdekes ez a dolog. Jó, nem bántjuk mi a Gáborékat. Van elég bajuk, ahogy hallom azt a műsort. Úgyhogy... abszolút nem akarunk mi semmi rosszat mondani. Nézzük a közlekedési híreket, ki mit ír. Jani, a Honda Jazzre hogy raksz 18-as felnit, kérdezi valaki. Hát lehet arra 18-as felnit persze, rakni. Persze, persze. Meg úgy, hogy már nem az van. Meg ráteszed a tetejére a 18-as felnit, úgy lehet rárakni. A márka stimmel. Igen, ráadásul már nem is az, igen. Pápa mínusz 2 fok van. Hát ez kemény, igen, egyébként. És... januártól már 6:30-kor kezdtek, nem jó ez így is kevés ez a 4 óra. Hát igen, ne haragudjatok, gyerekek, mindig örülünk, amikor hiányzunk egy picit. Itt hírek, egy zene, Afrikában volt 2 zene, igen. De visszaálltunk a hírek, reklám, 1 zene és jövünk. Gondoljatok arra, hogy picit jó a reklám, ha van, ha nincs, mi sem vagyunk. Ugye? Tehát, hogy ez egy ilyen kellemes... El kell viselni azt. Együtt élünk mi, és a reklámok és mi, de hát ez egyszerűen kell. Gyerekek, nagyon sokan írják, hogy a Gáborék nagyon bántanak bennünket. Biztos hallották ezt a 2,9 millió hallgatós eredményünket. Bocsék, szétfikáztak titeket, csúnya volt, pont, kaptunk megint egy SMS-t. A fekete péntekről beszéltek valamikor, egy cég is megkérdezte. Igen, ma fekete péntek van, erről beszélünk majd kicsit, ez egy érdekes dolog ez a fekete péntek, hogy ez hogy indult, mi ez, miről szól. Az de ma van? Ma van fekete péntek, igen, ezt Ákos is elmondta. Ákos, hello, jó reggel! Jó reggelit kívánok, szevasztok! Hello, ma van fekete péntek. Ma van bizony Black Friday. Ja, köszi. Idegenül így mondja. Azt tudja a fáját. Már érdemes volt bejönni. Már gondolkodtam olaszul is, csak nem megy az a baj. Igen, ez ugye hát ez a vásárlással kapcsolatos ilyen őrület. Így van, ugye? Igen, a 60-as években indult az Egyesült Államokból, és azért Black, mondjuk erre elég. Most elkezdjem mondani egy ilyen? Mondd el, persze. Kis jól tájékozott. Igen. Hát most gyorsan utána néztem. Tehát azért Black, mert ilyenkor a kis könyvelésükbe fekete tollal írták be a nyereséget a kedves kereskedők, és a pirossal pedig a veszteséget. Ilyenkor pedig nem nagyon került elő a piros toll, hanem
a fekete ezen a napon, és így indult ez a Black Friday dolog. Aha, és akkor nagy kedvezményekkel lehet venni. Nagy kedvezményekkel lehet vásárolni mindent, igen, egyébként ez Amerikában úgy néz ki, hát lehet, hogy láthatok már ti is egy-két videót, hogy nyírják egymást ki az emberek. Igen, ez a Schwarzenegger télapú című film, vagy amikor meg akarja szerezni azt az ajándékot, csak az karácsonyról szól, van ez a bábú, ugyanígy állnak a kirakat előtt, fagyoskodnak, ott alszanak, megnyitják a kapukat, és elkezdenek berohanni, és tapossák egymást, hogy az 6 dolláros pulóvert megvegyék 2 dollárért, és azt látod, hogy egyébként felnőtt amerikai férfiak és nők a Houndenbe ide-oda rángatnak egy piros pulóvert, mert az le van értékelve, és hömpölygő tömeg mindenhol. Tök beteg az egész. De hűtőt is, meg minden. Tehát alapvetően egyébként kint is az elektronikai cikkekre hegyezik ezt ki, csak ott mondjuk vannak ilyen 70-80%-os kedvezmények. Na, azért mondjuk tehát tényleg lerabolják a boltokat. Jó, és tehát ha a Lehel piacra, aki megyek a felsárért, akkor nem mondjam, hogy Black Friday kis nem kedvezményt kérek. Igen, nem biztos, hogy kapsz. Jó. Igen, ez állunk, ez még annyira nem megy, ez egy tipikus ilyen amerikai történet. Bár lehet, hogy már magyar áruházak is átvették, most hát csinálják, nálunk is vannak, igen. Más országokban is, ott van például a Cserny Piatnyica, ez a Moszkvában, és ott a gumáruházba szoktak betörni az emberek, és ott még a kalasnyikovok is előkerülnek. Atya Isten. Na jó van. Oké, hát köszönjük szépen a híreket, akkor meghallgatjuk Ákos legfrissebb híreit, jó? Közben lehet jelentkezni játékra, Abinben is. 2-2. Igen. Szoros. 2-2, így van. 2-2, szoros. 2-2. Az nem jó. Meredek. Ki nem játszott még, vagy ki az, aki mindenki kevesebbet játszott? Mindenki? Mindenki játszott. De hát kérdezzük, hogy ki az, akinek szüksége van a játékra. Gyerekek, én olyan jól elkapirgálok, én nem akarok pöcegödöbben úszni hétvégén. Én olyan jól elkapirgálok azon a szemétdombon. Játszik-e a magyar, eldöntetjük. Játszik-e a magyar, jó. Meglátjuk, bízunk a hallgatókra. Jó, fél hét van, pontosan lehet jelentkezni a játékra, valaki szeretné játszani, mi pedig jövünk, Ákos híre jutam. 3:47 múlt pontosan 5 perce, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Mondjad. Hát csak azért visszatérve egy fél mondat erejéig erre a Black Friday-es dologra, ugye Ákos kapcsán, azért hol van még egy olyan rádió, ahol egy héttel korábbi híreket is már beolvasnak? Hát, hol? Tehát hol? Csak bocsánat, nálunk. Keljenek föl mindenhol, korábban egy kicsit a hírszerkesztők. Lehet utánunk jönni, lehet utánunk csinálni. Bizonyám. Mert az, hogy valaki bemond egy hírt, és utána máshol bemondják újra, azt mindenki meg tudja csinálni. Akkor mi van? Mindenhol máshol olyan híreket mondanak be, amik már megtörténtek. Mi meg? Mi meg olyan híreket mondunk, ami még nem történt meg. Ami egy még... hét múlva fog megtörténni. Hol van ez a frissesség máshol? Hát igen, de egyébként azért nem is akkora baj, mert elsősorban nyilván ez az amerikaiakra vonatkozik. Tehát nálunk egy-két áruház, meg mindenféle multi próbálkozik ilyen hasonló a meghonosítani ezt a dolgot, leértékelni és bevezetni, de szerintem azért ez itt még nem akkora. Nem akkora dolog. Igen, a hálaadás utáni első péntek egyébként azt hiszem talán az a fekete péntek. Tehát így lehet. Aha. Így lehet számolni, és mi mindig egy jól sikerült akciós bevásárlás után szoktunk háladást tartani otthon. Egymásnak? Igen. Hála Istennek, kiszúrtad megint ezt a 25%-os akciót, anya. Hálát adtok egymásnak. Hát akkor mondjunk mostantól kezdve 10 óráig minden óra végén, vagy Ákos, vagy mi, egy jövőbeni hírt, jó? Aha, egy olyan hírt, ami még nem történt meg. Egy olyan hírt mondjunk, ami még nem történt meg, de megtörténhet, vagyis mi előre mondtuk, hogy meg fog történni. Jó? Jó. Tehát ez egy jövőbeli hírként tálalunk valamit. A 7 órás, a 8 órás és a 9 órás hírek előtt, illetve a 10 órás hírek előtt, ami még nem történt meg, de megtörténhet. Ez de. Lehet... Nem tudom. Tehát óriási havazás a Mátrában is lehet végre síelni. Bulvár, bármi olyan, ami... De bármi? Bármi. Tehát mit tudom én, tovább őszült Bocskor Gábor, vagy ilyesmi? Nem rossz. Tehát bármi? Nem, mondok én neked egy pénteki hírt, például legyen az. A tovább őszült, az egyébként írt nekem SMS, én mondom, hogy mit, hogy ugye hétvégén van a futam. Igen. Tehát világbajnok lett Lewis Hamilton. Ezt tök egyértelműen be kell mondani. Senki nem mondta még be. Uh-huh. Hallgass, én vagyok az első, aki Magyarországon ezt elmondja. Fie. A hétvégén hol van? Abu Dhabi? Segítsetek már. Ott. Abu Dhabi? Na, hol az utolsó futam? Híreket mondok! Az a hírszerkesztőnek kell készülni belőle. De hogy hol lesz az utolsó futam? A híres Forma 1-es versenyző Lewis Hamilton világbajnok lett a hétvégén. Ez az! De jó vagy! Ez az! Megcsináltad! Elmondta ezt valaki kirendhat eddig? Nem mondta senki. Figyeld, ha Rosberg megnyer és dupla pontot szerez, és a Hamilton kiesik, akkor ez jó. De ha világbajnok lesz, akkor ezt én mondtam először. Nagyon jó Lewis vagy. Hamilton világbajnok lett az évadzáró, azt hiszem talán Brazil, az évadzáró Brazil futamon. Na?
De ezt a futamhelyszínt felejtsd el, benne mondasz, hogy a ne, 2010, nem mondok Brazíliát. 2014-es év. Várjál, mi lehetne még? Ma reggel nem ment be a munkahelyére az ismert rádiós műsorvezető Vadon János, és ez nyilván összefügg a szerencsejáték függőségével. Ez az! Behúztam! Ja, hogy a... Igen, hátha. Megérkezett a... Igen. Az euró? Igen, hátha. Na jó. Figyelj. Oké, mondunk jövőbeli híreket. Mindenki gondolkozhat majd egyen. Sebestyé Balázs még mindig szép. Hát de ez axióma. Na, tehát ne mondjon olyat, ami most is az, jövőre igen. Is az, és 3 évvel ezelőtt is az volt. De mit nem tudunk biztosan jövőre vonatkozólag. Igen. Elkészült az első idei kocsonyára, Rákóczi Ferenc ismert rádiós műsorvezetőn. Tényleg a jövő héten már lehet, már minuszok vannak. Most is ki tud menteni. Most is? Hát persze. Hát én 2 fokban már megdermed. Istenem, egy jó kocsonya. Egy jó kocsonya. Figyelj, mindjárt mi jön. Igen. A húsleves idegen megfagyva. Ja, tényleg. A kocsonyával hagyjatok, tehát tényleg. Tehát miért kell a húsleves idegen megfagyva enni? Tessék berakni a mikróba, megmelegíteni, nem kell fagyott húslevest tenni. Istenem, és eladni, ne, hogy ez az évszázad kajája a kocsonya. Ne figyeljetek hát, rá. Egy hülye ilyen aszpikosat áll a malacláb, így néz ki belőle. Hát tessék ezt megmelegíteni. Hol és forró a kocsonyát eddig? Én utána gyűlölöm. Fagyott húsleves. Csinálhatnál egyébként egy ilyen, hogy olyan könyvet, mindenki olyan dolgokra ír, amiket úgy alapvetően kedvel, meg amihez köze van, meg amit szeret. Csinálhatnál a karácsonyi könyvpiacra egy olyan könyvet, aminek az lenne a címe, Sebestyén Balázs, ételek, amiket soha nem ennék meg. Ételek, amik szerintem értelmetlenek, igen. Vagy ilyesmi. Na jó van, szóval mindenki gondolkozzon jövőbeli híreken, jó? És akkor mondunk párat, hallgatók is írhatnak nekünk olyan híreket, hát a beletrafálnak, ami most hétvégén, vagy ebben az évben történik, és jövőbeli lesz, tehát ezt még senki nem mondta, senki nem mondhatta el, úgy mint a fekete péntek. Na, de most játszunk, ha minden igaz, akkor már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggelt, morning show. Sziasztok, jó reggelt kívánok. Szeretem pénteken. Látod, micsoda aranyosság, lendületesség van a hangban. Jó kedv. Így van, Gina. Muszáj. Gina? Ja, hát úgy könnyű. Így van, Gina vagyok. Hát az ember, igen, hát úgy könnyű, Ginával könnyű. És meg tudsz kommunikálni? Igen. Jaj, ezt a viccet már annyiszor elsütötték, hogy ihaj. Uh-huh. Szegény, neked a neved alapján ez a modern diszkodrog sajnos, hát ezt az elmúlt években hallottad párszor, nyilván. Így igen. Van, így van. Igen, honnan hívsz minket? Most éppen Nemesnádudvarról. Ó, hogy mit csinálsz? Kérlek szépen, kajafutár vagyok. Ételszállító, igen, látom Anna is. Anna is megírta nekem. Jól van, Gina, kivel szeretné játszani? Úgy gondoltam, hogy téged, veled szeretnék, de megváltoztattam a döntésemet, és megmondom, hogy miért. Na? Annyira jósolt előre, hogy félek, hogy beválik a jóslatod, és azt mondod, hogy te nyert ma, úgyhogy úgy gondoltam, hogy a Janival. Hagyjál, persze, nagyon nem rossz, nem rossz. Gina a hét utolsó műsorában kikapott Vadon János műsorvezetőtől. Ez is egy jövőbeli nem, és most kimondtam. Na jól van. Egy percen belül nem fogom. Mehetünk? Bízom benne, természetesen. Akkor 3-2-1, és tessék. Nemesnádudvaron vagy most, ugye? Így van. Jó, ott is élsz? Vagy csak dolgozol? Tolnán élek. Tolnán itt élsz? Dolgozom, így van. Uh-huh. Kérdezhetek, Jani. Persze, parancsolj, bármit. Az lenne a kérdésem, készültél hogy kérdéssel? Bocs, hogy a szabadba vágok. Készültél kérdéssel? Na, fogjuk rá. Jó, parancsolj, mondj csak. Az lenne a kérdésem, hogy gyerekkorod óta van ez a nagy édesség imádatod, vagy ez úgy kialakult nálad? Nagyon régóta szeretem az édességeket. Sőt, imádom őket. Mindenfélét? Te is szereted? Mindenfélét. Te is szereted őket? Na ne. Csokis? Vaníliás? Csokoládé. Kedvencem a csokoládé. Melyik konkrétan? Hát a kerek, a gömbölyű, a kockás, mint Gombóc Artúrnak? Úgy van. Szereted egyébként a Gombóc Artúrt? Imádom. A mesét. És te? Aha, én is. Rendkívül módon szeretem azt a rajzfilmet, amiről most már többet nem tudok beszélni. De igen, megnyerted a játékot, basszus elment. De jól játszottál nagyon. Jó volt. Nagyon szépen köszönöm. Egyikünk sem alibizett. Úgy érzem, hogy egyikünk sem alibizett, mind a ketten mentünk egymásnak.
Hát, igen, nagy csata volt, nagy csata alig volt. Alig vártam ezt a fekete csoki, fehér csoki vonalat, hogy hát, ha meg lehet fogni Ginát. Igen, fehér, fekete, ott, ott szépen bele tudott volna sétálni. Amúgy is a barnát szeretem. Igen. Gina, megvan az ajándékcsomag, küldjük neked még szuper. Egyszer. Ügyes vagy, gratulálok. Köszönöm, köszönöm. Ciao. Ciao, sziasztok. Szia. Hello, hello, hello. Akkor tehát? 3-2-re a hallgatóké a menet. Fú, gyerekek. Elvesztettük. Nem olyan nagyből. Az Afrikát hoztuk 4-2-re, és egyébként igen. Összesítésben meg nagyon elől vagyunk. Nem akarom magyarázni a bizonyítványt, de ez most járt a hallgatóknak, hadd figyeljék el. Jó. Annyi baj legyen. Egy hetet adhatunk nekik. Egy hetet adhatunk nekik. 2 perc van pontosan, 7 óra. Várjuk akkor tehát a jövőbeli híreket, jó? Olyan, ami még nem hangzott el soha. Mindenki engedje szabadjára a fantáziáját. De sanszos, hogy elfog. De sanszos, hogy akár hétvégén, akár még ebben az évben elhangzik, jó? Folytatjuk mindjárt az SMS-ekkel. 2 perc van, 7 óra. Jövünk a hírek után. 7 óra múlt, pontosan 12 perce. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok. Jó reggelt. Drága hallgatók, itt vagyunk. Jó reggelt. És vannak friss közlekedési híreink, illetve ami drága Gyulánk telefonált, képzeljétek el, a technikai igazgatónk, és teljesen rémült hangon megállapította, hogy szörnyű dolgot látott az M7-esen befelé a városba, a nullás után. Én aztán azt hogy ivott valamit. Azt mondta, hogy képzeld el, hogy tényleg rémült hangon, láttam egy kocsit a leállósában, előtte egy rendőrautó, egy valamilyen barkasz vagy furgon, és ezek között feküdt egy medve. Mondom, Gyula. Gyula, az imása. Gyula, bármit fogyasztottál, vagy adjál belőle egy szemét, vagy hogy kihagytál. Állítólag az M7-esen valahol fekszik egy medve. Nem, a nullás után Budapest felé, az Érdi, ahogy ugye elmész jobbra, följössz az Érdi felhajtó, nullás kihajtó, és azután ott van jobbra egy rendőrautó, és ott fekszik egy medve. Vagy valakit elütöttek, de akkor az egy szőrös nagy bundában volt. És indult valami születésnapi buliba szegény, vagy valahova. Jött haza. Hogy a francba ütszel egy medvét? Hogy ütszel egy medvét az M7-esen, gyerekek? Nógrádban van medve, ugye? Olvastuk a hírekbe. A medve átkelt valamelyik hídon, hát vagy átúszta. A szlovák állampolgár akkor messzire jutott. Érted? Átúszta a Dunát a medve, majd fölsétált az M7-esre, az M0-áson belül, tehát az már szinte a város. Ez azt jelenti, hogy körülbelül Érden és Törökbálinton éldegélt? Igen. Ott lakott? Egy érdi családi ház pincében húzta meg magát a szlovák medve. Tehát hogy a francba ütnek el egy medvét? Vagy az lehet, hogy a medve megszökött, szállították valahova a medvét, és a medve kiesett. És jött egy másik autó, aki elütött. Szétfeszítette a rácsokat. Tessék? Szétfeszítette a rácsokat, és leugrott. Igen. De ő egy cirkuszi medve, vagy ő egy vadmedve, akit megfogtak, és vissza akarták vinni. Én elmondom, mi van. Szerintem Gyula tegnap kicsit tüti. Aha. Picit áthívta haverokat, drinket, picit ivott, és elütöttek valami medve-szerű lényt, ami valószínű, hogy vaddisznó, és Gyula meg behalózta a medvét. Simán lehet. Ami drága Gyulánk, aki egyébként nagyon helyes volt, mert fölhívott, mint közlekedést jelentő, hogy hát azért erre figyeljünk, de szerintem az vaddisznó. Az medve nem lehet. Ha medve gyerekek, akkor az nagyon durva. Elmosodott a kép. Gyula számára. De már na de más, mert a vaddisznónak ilyen kis pracliai vannak. De a medvének van rendes talpacskája. Aha. Hát a medve talp az ugye nagy és milyen kerek. Milyen van a vaddisznónak? Egy kis praclia. Pracli. Ezt felírom. A gyerek tanulja a vaddisznót, akkor majd mindenki ebben. Na mindegy, valaki írja meg, hogy mi van ott a nullás felé, jó? A nullás után... Na már mondtad? Igen, vaddisznó. Sziasztok, jó reggelt. Most beszéltem Brigivel, és ő mondta, hogy vaddisznó. De most voltak kis pracliai? Kis pracliai voltak, sajnos már le voltak karva. Kis pracliai, még kirő volt a körme vége. Van, tehát vaddisznó gázolásnál is kell a fekete lepel. Hát, letakart. Szegényke. De mire gondolom a vaddisznót? Csak hülyeskedek, de hogy ne. Ne szívass már, nem takarják le a vaddisznót. Persze, abszolút, igen, körbe van rajzolva, igen. Nem, de ott ment el mellette Brigi, és mondja, hogy ő látta vaddisznót. Vaddisznó. Na, jó van. De hihetetlenül raffináltak már. Talán medvének állsz, azon átjutok. Ilyen megvárva készült. Igen. Na jó van, akkor megvan. Akkor is érdekes ám, hogy az M7-esen a nulláson belül, a város felé, azért az már a durván ér. És ez nekem óriási félelmem egyébként, hogy megyek az autópályán, és elütök valamit. Tehát, hogy egy állatot tudod. Mindig, főleg a belső sávban megyek, én hajlandó vagyok azért kijönni a külső sávba, hogy jobban belássak egy balkanyart, ha a külső sávban megyek, és úgy megyek be egy balkanyarba az autópályán, csak hogy lássam, bár akkor vagy közelebb a leálló sávhoz, tehát lehet, hogy jobb, ha a belső sávban mész, hogy oda valami betéved. Kőkemény. És ráadásul te mondjuk az autóddal, az autód méretéből kifolyólag egy vaddisznó számára kihívást is jelentesz. Nekem szalad. Meglát, és
Harmadik, igen. Na nézzük a közlekedési híreket. Baleset Szentendrén Budapest felé a Lukói előtt, ezt Csengő küldte nekünk. M7-es, M0-as híd alatt itt van, elütöttek egy állatot, valószínűleg vaddisznó. Pest felé, ezt Füst terelő üzeni nekünk. Aztán Budapest egyik legforgalmasabb kereszteződésében a Hungária Kerepesi között se lámpa, se rendőr, nehézkes picit az átjutás, D365 üzente nekünk. M3-as 60-ig mindkét irányba tiszta, sügérírtó üzeni, és a 60-i vonalon nem 15, hanem 40 percet késnek a vonatok, mindenkinek szép reggelt, Réka Béka küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, akarunk egy-két álhírt hallgatni? Mehet. Csak hogy miket írnak a hallgatóink? Ugye Ákos bemondta a fekete pénteket, nem akarjuk ezzel sokat szembesíteni, jövő héten van, és arra kértük a mi hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk álhíreket, illetve nem is pontosabban álhíreket, olyan híreket, ami jövőbeli hír, mert hogy mi most bemondtuk a fekete pénteket ma, illetve bemondtuk, hogy Lewis Hamilton világbajnok lett, azt már mi nem az Tehát Ákos. Gyorsak vagyunk és előremutatóak. Így van. Tehát itt olyan hírek szólnak, ami sehol máshol nem. De Lewis Hamilton világbajnok lett hétvégén. De nem hazugságok, tehát nem. Hanem ugye valós tartalommal bíró hír, csak előre bemondjuk, mert tuti. Igen. Rákóczi Ferenc kocsma franchise tulajdonos bekerült a 100 leggazdagabb magyar közé. A jó Isten áldjon meg, legyen így. 2015-ben pedig új irányba nyit, Edd meg a kolbászon néven gyors éttermeket. Jó. Igen. Azt, ez már inkább azért az álhír kategória. Vadó Jani Rákóczi Ferivel részt vett egy disznóvágáson. Egy-két pálinka után, ami Jánosunk jókat evett a sültekből, hurkából, kolbászból, az egészet leöblítette egy-két üveg borral. Na, ilyen híreket nem fogunk hallani. Csicsika küldte nekünk, de ez inkább álhír. Így van. Ez az. Ez álhír. Utána ez pedig, az, mert én nem iszom. És utána vagy. Pedig összejött a böllérre. Igen. Azt mondja, hogy jövőbeni hír, amit még nem mondhatok be, nem késnek a MÁV vonatai. Elkészült az ürömi körforgalom. Aha, ugye valós híreket kérünk. Igen, megszületett Sebestyén Balázs második gyermeke. Balázs szélcsővel, popsitörlővel a kezében érkezett ma reggel a stúdióba kialvatlanul. Sajnos gyermekük hasfájos, már napok óta nem tudott aludni. Elmondása szerint nagyon várja, hogy végre jót tudjon aludni. Na, hát ez egy tökéletes hír, ez bármely pillanatban megesett. Megszületett Sebestyén Balázs második gyermeke, és nem sokára szülni fog a felesége is. Figyeljetek! Igen, Balázsból szabadítják ki a vécéről. Iskolád! Mondtam, hogy több rostosat. Figyeljetek, ha esetleg nem jövök be reggel, az most csak azért lehet, mert szülünk. Csörgessetek meg nyugodtan, csak elmondom, jó, hogy mi van. Persze, hát akkor élő. Jó, de majd live-ba levezetem nektek. Előre mondom, hogy hetente ötször ezt nem szopjuk be. Na csak mondom, hogy az utóbbi fél évben nulla késés. Zero. Hey, tényleg. Nulla elalvás, nulla garázskapu beragadás, nulla hóesés nyáron. Még emeljünk, hájpoljunk még följe. Csak mondom, hogy most nem szoktam ezzel. Tehát például az elmúlt 6 hétben érted a 2 percre, amikor lakott a stúdiótól, milyen szépen bent volt. Esproidban. Egyébként sikerült ott is majdnem elkésni, igen. Azt mondja, hír, jövőbeli. Ma este a feleségemnek fájni fog a feje. Júj, de szép, Csaba küldi. Hát igen, ott már akkor vannak problémák, igen. Most érkezett a hír, a pinteki Morning Show naphallgatója kitüntető címet Ádám nyerte Jászberényből. Aláírás Ádám. Igen, na, hírek, az anyósom a jövő héten elköltözik végre. Ugye, mama? Eddig lappangott a kor Balázsék szervezetében. Ez is egy jó jövőbeli hír, igen. Na jól van, gyerekek, köszönjük szépen, nem is ezzel akarunk foglalkozni, mert van ennél sokkal súlyosabb probléma, amint, hát ugye, szülőként mi meg tudjuk egymással beszélni, és nyilván mindenki érzi, hogy jön a karácsony, és érzi azt, hogy a gyerek elkezdte presszionálni. Megvan? Egyrészt haragszom az üzletekre, hallani. A lekrámokra, és mindenkire, aki a gyermekek naivitásával visszaél, de elindult a gyerek presszionálja a szülőt témakör. És ahol gyerek van, hát ők szerintem ezzel abszolút együtt éreznek, ahol már nagyobbak vagy nincs, azok most bocsássák meg nekünk, hogy a gyerekes témával foglalkozunk, de szerintem lehet. Megy nálatok? Írjunk levelet a Jézuskának. Elindul. Apa, írjunk, mondom, drágám, gyere ide, bár írni nem tudsz, apa se nagyon már így este felé, de gyere, üljünk de le. De kincsen, mi muszlimok vagyunk. De jó ez! De jó te duma. Jani, miért most nem. Hozod ezt elő? Hát ez de jó duma, és akkor megúszod az egészet. Bármit is jelentsen ez a gyereknek, mert nem fogja érteni. Igen. Mindegy, de ki tud magyarázni. Nem tudsz levelet írni, mert ő még nem tud, te már nem tudsz, mondom, rajzoljuk le, hogy mit szeretnél. Mondd el, és akkor apa segít, ha megakadsz. Figyeljetek, a következő helyzet, van egy rohadvány lila színű póniló. Tudom, mert aki beszél és mesét mond.
ne csináld! Az? Ne, háromszor vittem vissza, mert elromlik. Háromszor vittem vissza, mert elromlik. Ne csináld! Azért nehogy! Van ennek egy neve, ugye ne, de nem akarom mondani a dolgot. Egy lilaszínű, rohadvány, nagyfarkú, nagysörényű. Túl vagyok rajta. Neked van, átveszem. Elromolva megvan. Egyszer nagyon, nekünk jó úgy. Adjad. A dilemma lényeg, amit Feri is mond. A gyerek kinéz valamit. Mindegy, hogy olcsó vagy drága, illetve pontosabban nem mindegy, mert ha drága, akkor még inkább nem akarod megvenni. Lebeszéled, és átvezeted másikra, vagy azt mondod, hogy egyszer van karácsony, és ronda, drága, értelmetlen. Igen, az a legfontosabb. Fölösleges, igen, az kétszer meg fogod rajta nyomni ezt a gombot harmadikra, nem, hogy mesét nem fog mondani, el fog romlani. Háromszor álltam a játék nagykerbe, hogy vegyék vissza a rohadt számlára, mert negyedszer összetörtem egy kalapáccsal. Megveszed neki szó nélkül, vagy elindul a terelés, és elkezded átcsavarni a gyereket, hogy inkább ne ezt, inkább azt, inkább így, inkább úgy. Ugye? Mint jó szülő, az ember nyilván a kedvébe akar járni. Csak az a baj, hogy a te érrendszered, az neki nem érrendszer. Tehát amikor mondod, hogy ez nem, tehát, hogy nem kell, ez nekünk egy nem jó játék, mert te most például édesem, Panna elkezdte csinálni ezeket a gumikarkötőket. Jaj, tudom, ez most nagy játék, tudom. Ekkora dobozunk van már otthon tele gumival, de az tök jó, mert jó, fejlesztő. Az kézügyesség, igen, az agyal rajta, az tök jó, és mondom, hogy abból veszünk érte egy új készletet. Figyelj, ugyasztam, senkinek nincs, azt veszem neked, halad, hogy az hozza a Jézuska. Olyan vastag gumikkal, amik jók lesznek majd a pesztos üvegeimre is. Arra is meg a cellofát. Azt írjuk a Jézuskának, azt hozza. Nagyon jó, akkor, de a póni után. Is? Nem? Az is jöhet, de. És tudom. Próbálj, hogy a Jézuskával az van, hogy nem bírja el a póni. Tudom, hogy a póni és elkezdesz kifogásokat, a Benni képzeld el, hogy kinézett egy rettenetesen ronda, én nem vagyok anyagias, de kikérem magamnak, hogy ez ennyibe kerüljön egy rohadmányos kínai plüsmackó, ami tud valamit, nem tudom, hogy mit csinál, valami rá van gyógyulva. Ez is beszél? Pislog, meg nem tudom, mit csinál. Pislog. Elkérnek ennyi. Egyébként 20 000 forintot, mondtam, hogy na Viki, idáig nem tovább, tehát hogy nem. Tehát, hogy vannak egyszer elvi kérdések a csádban, nem. Ronda, egy nap múlva nem játszik vele, semmi értelme. Förmedvény, Ronda. Figyelj, következő helyzet, egy barna plüsmackó, egyébként az oké, ilyen marha nagy talpa van, az nagyon aranyos. A szeme összehúzva, mint nem tudom, Bruce Lee támadás előtt, ezt nézd meg az arcát. Rettenetesen, Ronda. Lebeszéled a gyereket? Ugye? Hallod? Nehogy megvegyétek nehogy neki. Nehogy veszem, most ez a dilemma, mert hogy nem fog aludni. Hát a macki konkrétan olyan fejem, hogy miért nem alszol még, Benni? Nézd be, folytalak, kicsi. Tudod, mennyire készül ez Kínába? Elmondom neked. Úristen. 800 forintért. De akkor már benne van Hang Xianping fizetésemelése, meg 13. havia. Jézusom. Ezt a gyerek kinézte magának, mert aljas módon egyébként a boltok ráerőltetik, meg azok a szemétreklámok egyébként, ahol a gyerek ezt kiszúrja. Tehát nálunk nem megy a tévé, kész, tévéstop van, semmi barács, hogy nincs tévé, és valahogy beszivárom. És tudja, mert az óvodában ezt fogja hallani, hogy ezt kértem a Jézuskától. Ez azon kívül, hogy halálfélemet okoz a gyerekben, ez tud valamit? Elalszik, nézd meg, lecsukja a szemét, elmondom, látod? Mit csinál, amikor alszik. Lefekszel, alszik ő is. Na most konkrétan, tehát beleteszel két gyárkot. 30 éve is tudták a babák. Persze, ugyanaz, hogy leteszed, és a Barbie babának, vagy annak a kopasz babának lecsukódott a szemfüleje, mert úgy volt súlyozva, vagy nem tudom, hogy csukódott az. De mi lenne, hogyha szereznél valahol, mit tudom, a bolhapiacról, vagy akárhonnan használt cikkestől egy ilyen 20 évvel ezelőtti babát, és maradt még egy csomó haj, a legutóbbi teszt a lelke minden rovatunkból. Megragasztok. És megcsinálhatok együtt egyet. Én a gyerekemen nem spórolok, én tényleg neki minden, meg szerintem minden szülő úgy van, hogy a saját gyerekének, amit tud, és a lehetőségeihez mérten, kinek sajnos egy kicsit kevesebb, kinek több, de tényleg mindenki megpróbálja megvenni, hiszen a gyerekről szól a karácsony, leginkább tényleg akkor van értelme, ha van gyerek. De ezt nem. És elindult a terelés. Küldött most nekünk valamelyik csatorna egy ilyen kis Mickey Jaggeret, hazavittem, mondom, figyelj, Benni, mondom, ezzel most letekerem, hát, ha valami Mickey Jagger, ez nagyon szép, köszöni, de ugye nem felejtettem, mondom, hogy nem vagyok hajlandó. Mit hazudjunk a gyereknek? Ki, hogy tekeri le a saját gyerekét az értelmetlen, drága, ronda ajándékról úgy, hogy tudod, hogy egy nap múlva nem fog vele játszani. Igen, de ugyanakkor meg az a bajom, hogy tényleg karácsony van. És az meg mint, tehát, hogy a csalódott gyerek arca karácsonyfa alatt, hogy mégse jött az almó maci, annál rosszabb nem lesz. Még akkor is, ha tudod, hogy egy hét múlva már a maci ki fog dögleni, már nem lesz érdekes. Nem a gyereken érdekes. Akarok spórolni. Engem az idegesít, hogy ennyi pénzt teszel valakinek a zsebébe, aki túl szintén tudja, hogy 400 forintból csinálta meg azt a rohadt mackót. Érted? Nagyon. Hogy egyszer nem. Nagyon fontos, hogy a gyereknek ne okozzál csalódást, és hogy ne sérüljön a kapcsolatotok, úgyhogy szerintem mondd azt, hogy a Viki nem akart. Figyelj.
figyelj, én minden este úgy alszom, hogy kicsim, én hidd el, hogy megvenném, de anyád egyszerűen, anyád tudod milyen. Tudod milyen, ha valami nem akar, valami nem tetszik neki, az nincs. Tudod milyen anyád, kicsim, én ma megvenném neked, de hát anyád szigorú, hidd el. Na gyere csak ide a gardróbhoz, mutatok neked valamit. Na, nézd meg, elhúzom az ajtót. Látod ezt a három új csizmát? Na ezért dicsd meg. Ez a te maci. Figyelj, nem mondhatod azt, hogy a kis tesó nem akarja? Nem, egyébként nálunk fordítva van. Tehát, nem nálunk az, a Viki. Na hát annál rosszabbat, de is te. Nem, a kisgyerek érted. Nem, elvágom a kis tesót. Mert mindannyian megvenném neked a kis születendő öcsét. Ő nem akarja. Az öcsét nem akarja. Egy születendőpszichológus vagy meg. És már látom a lelki személy előtt, hogy egyszer bent a kisded bent alszik a szobában, egyszer csak kinyílik az ajtó, és hátulról megvilágítva feltűnik a Benny a kezében egy hatalmas kenyérszeletölő késsel. Miért nem akartad a macit? Nálunk egyébként az a helyzet, hogy Viki akarja, és én mondom, hogy Viki nem. Tehát, hogy nem ő a gonosz. Vikinek kell a macit? Kinek kell ez jobban? Vikinek vagy Benninek? Nem, ő úgy van, mint te, hogy egyszer karácsony, oké, és mondom, figyelj, Viki, ne, te tereljük át, térítsük át, mutassunk neki egy társasjátékot, bár tudod, társasjáték mennyire örül, hülye szülő, tudod, játszom fakockával a gyerek, attól fejlődik. Nem így van? Elindul a terelés. Hogyan hazudj saját gyermekednek, hogy miért nincs értelme annak az ajándéknak, aztán nyilván a vége, hogyha tudod, megveszed, persze, nem akarok egy rohadék szülő lenni, de mindenki kicsit megpróbálja elterelni a gyerekét, ha rámutat valami olyanra, és utána 5 napig arról beszél. Abszolút így van. Én annyira jó ez a téma, és kérem a segítségeteket, veled vagyok, Balázs. Nálad ugyan mi van? Ezt élem át. Én minden héten kétszer élem át ezt, függetlenül a karácsonytól. Úszni jár a Karina, és ki van téve, biztos ismeritek, ez a gömb, amiben még külön gömbök vannak, műanyag gömbök, amiben vacak ajándékok van. Beledobsz egy 200-at, és úgy hidd el, minden egyes úszás után 2 ilyen rohadványos gömböt kisít, és semmi össze értelme. Se tudod szerelni, annyira gagyi, de hogy magyarázzam meg neki, és ott is mire appellálnak, berakták az úszodába, de szemét módon, mikor jönnek ki a gyerekek, vedd meg a gömböt, a nagy gömbben egy kis gömb, a kis gömbben egy pici műanyag autó, és semmi értem az egésznek. Összesen tudod szerelni, most egy olyan repülőt vettünk, hogy fityeg a bal szárnya. Aha. Hát ilyen, mint egy... Ja, repülő van benne. Retten, de nem lehet, hogy célirányosan akar választani magának ajándékot, mert a gömbökben úszószemű, meg egy füldugó, meg ilyenek vannak, és már szétmarja a gyereket a klór. Nem. Már volt benne gumidinoszaurusz. Nem, gusztustalanul ronda. És tudod, próbálom neki elmagyarázni, hogy de hát Karina, hát látod, hogy nem jó, nem lehet összeszerelni, ne vegyünk. Nincs érve, nem ér. Csodálatos, figyelj, csodálatos az a gömb. Aha. Tudom, mondd, hogy nincs pénz. Már nincs ezt nálad. Is eljátszottam, tudod, milyen raffinált? Van mondta, nála. De van nálad különben pénz? Hát most, érted, van. András bácsi, a portás. Nála mindig van apró. Megy a gyerek aprót lájmolni? És képzeld, de van 500-asod? Van, mondom. András bácsi, van fém 200-as? Hogy ne lenne csillagom? Nincs aprónk, váltanak a büfében, nem váltanak, de váltanak, már megkérdeztem. Már mindenkivel lezsíroztam, hogy ne adjon, olyan raffinált te szerez. Meg van-e mindig így félretéve neki egy nagy jön, ad neki egy fém 100-as, 200-ast, így gyűjtögeti, és berakja a zsebébe. Ugye, arra gondolj, hogy pár év, és amíg alszol, már a pénztárcádból fogja kivenni, ahogy én csináltam a szüleimnél. Tehát amit csak kéri, addig jó. Amikor lefekszenek aludni, és kiveszed a 100-as, mert akkor még annyi volt egy hamburger. Igen. De nem elveszed... lenne baj, Balázs, vagy tudom. Érted, csak ez tényleg az extra gagyi. Tudom, ez a baj, és nehogy megvedd, elmondom, mi van. Mi ezen vitázunk a Vikivel. Lefekszik a gyerek, maci nem maci. Nyilván nem véremenő a dolog, szerintem nem. Tavaly kiderült, hogy póni nem póni, amit te akarsz, Sunyiba megvette. Én a falat szembesültem vele, hogy megvette azt a rohadt pónit. Kiállt 3-szor a büdös pénztárnál azért, mert a póni egy nap után elromlott. Persze én. Hát, menetlevéllel, garanciapapírral, kilométeres sorok az ünnepek után. Hát. És álltam, hogy a póni nem beszél. És néztek rám, hogy hát apuka, jó, adunk egy másikat. Hazavittük, póni megint nem beszél, rohadjál meg. Megint beálltam a sorba. A 13. kerületben van egy nagy játéknagyker, és ott van, oda mész vissza, ott van a recepció, meg az ügyfélfogadás, meg a reklamáció. Meg a néma pónik sorok. 8-an állnak ilyen pónival, és te vagy a 9. és tudod, hogy másfél óra múlva ott fogsz állni. Maguk is? Hello? Nem a póni. Isten. Úgyhogy Feri, ne tedd. Hallgassám, én ezen túl vagyok. Tereld át, hazudj. De mit mondasz? Tehát, hogy elfogyott. Te azt nem mondtad, hogy a Jézuskának nem fogy el a pónia. Adj el alternatívát, Feri. Jó, akkor mondok valamit, ami nagyon humánus. Mondd meg, hogy megkapta egy olyan gyerek, aki jobb volt, mint te. Aha, tényleg. Tényleg király vagy. Ez jó. Figyelj, Panna, ez tudod, jó. Hogy gyerekek. Nagyon szeretlek, kicsim. Gyerekek, tudod, egy vekerdi vagyok, higgyétek el. Megteszek, érted, az anyád is, én is, írtunk el.
gyerekem, van nálad jobb. Bocs. Ennyi. Van nálad jobb. Jézuska visszaért, kiszállította az összeset olyan gyereknek, aki még nálad aki is jobb. Aki megérdemelte. És a gyerek egy életre frusztrált. Okosabb, szebb, ügyesebb. Na, és ha kísírtad magad, bemenjünk a konyhába, és megnézzük az új szóvidálómat. Igen. Ja, Istenem. Itt az üres rajzlap, rajzolgassál. Ugyanakkor azt rajzolsz, amit akarsz. Mennyire kreatív, igen. Gyerekek, egyébként ugyanakkor meg annyira cukik, mert hogy most Beni azon stresszel, azt képzeljétek el, hogy ő most látja ezt a kis macit. És ugye azon stresszel, hogy mi van, ha azt a macit megveszi a Jézuska elől valaki, mert hogy a Jézuska ugye bemegy majd a boltba, megszerzi a macit, és a Jézuska elhozza neki, és tudod, hát közben megzabálnád, mert mondja, hogy most azt kérdezgeti tőlünk, hogy mi lesz, ha megelőzi valaki a Jézuskát, mert akkor nem lesz neki macia. És hogy dugjuk el a macit a boltba. Mondom, Benni, anyád szokott ilyet csinálni, leértékel táskákkal, hogy eldugja, és visszamegy aztán három hónap múlva. Mondom, ne legyél anyád! A blúzok mögé rábás. A blúzok mögé, mi kielrejti a leértékelt árut, én nem csináltuk ilyet? Elrejti a leértékelt, visszamegy, és akkor nem vette meg senki, akkor két nap múlva megveszi. Mi nem veszi meg, akkor nem tudom, elrejti a boltban. Mondom, te nem vagy normális. Ugyanezt csináltam én is, a méretemben megtaláltam végre, és elrejtettem, de teljesen máshová. De megvolt, megvolt. Mi az értelme? Hogy... Nem volt, mert nem, akkor nem akartam megvenni, még gondolkodtam rajta, de nem akartam, hogy más megvegye. És teljesen máshova elrejtettem a boltba, de megtaláltam. És visszamentem érte másnap, és ott volt. Hát mondom, egy darab volt a méretembe, ha nehogy már. Mondom, Viki, el kell tenni máshova. Viki háromszor vesz meg egyet. Egyszer kinézi, egyszer elrejti, harmadszorra megveszi. Közben eltelik egy másfél-két hónap. De megértem, igen. Így működünk mi. Na jó van, drága szülők, segítsetek, jó? Ki mit mond, ki hogy tereli el a gyerekét, ki hogy hazudik, ki hogy beszéli le a saját gyermekét, ha nem akartok neki megvenni egy ajándékot. Nyilván aztán a végén persze az sokszor, hogy az ember nem tud neki ellenállni, és ha tudja és teheti, akkor persze megveszi. De mégis nézzünk különböző szülői praktikákat, hogy ki mit mond a saját gyerekének, ha esetleg valami olyanra mutat rá, amire nincs pénze, túl drága, nem jó, vagy nem akarja megvenni, jó? SMS számunk változatlan 06-745-00-00, jövünk a hírek után. 3:48 pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ugye a Jézuskáról beszélgetünk, és arról, hogy a szülő hogy beszélje meg a Jézuskával, ha nem akarja, hogy a Jézuska azt az ajándékot hozza. Ugye finoman fogalmazunk, gyerekek is hallgatnak még minket. Mit mondjon a szülő a Jézuskának, ha nem akarja? Hát ugye, igen, azt a bizonyos vagy a dolgot. Mit mondjál inkább, vagy a gyerek, ugye, igen, hogy a Jézuska miért nem hozza? Igen, mert amit a Jézuskának mondasz, az már egy kifogás, ugye mit mondasz a gyereknek? Ugye arról beszélgetünk, hogy beszéled le a saját gyerekedet arról, hogy egyszerűen ne azt akarja, amit akar, vagy azért, mert drága dolgot nézed ki, nincs pénzed megvenni, hülyeségnek tartod, nincs értelme, a 150. ugyanolyan dolog, és hogy lebeszéled a gyerekedet, hogy a gyerek győzze meg a Jézuskát, hogy mást kérjen, vagy a Jézuska győzze meg a gyereket. Ugye? Finoman fogalmazunk még azért, egy picit próbálunk. Nektek picit nehezebb dolgotok van, mint nekem, mert hát nekem már a lányom nagyobb, és már megveszi magának. Érett gyerekről van szó, ő már gyakorlatilag egy kis felnőttnek számít, és ő jelezte is nekünk, hogy ő már nem kér karácsonyra semmit, mivel hogy ő már egy picit így idősebb ehhez, és a napokban jelezte a nővérem, hogy folyamatosan őt hívogatja, hogy mit akar. És úgy, hogy tudnál szólni apának, hogy nem, így? Nem, vagy hanem a nővéremmel akarja megvetetni mindazt, amit tőlünk nem kér. Ugye, ez még egyébként mindig jó, mert jövőre azt fogja kérni, vagy két tűnő, hogy hagyj aludjon ott a barátja nálatok karácsonykor. Tehát én mindig azt mondom, hogy annak örüljünk, annak az állapotnak, remélem, ami most még jövőre nem veszik. Tehát mindig annak kell örülni, bármilyen nehéz, a és a szülő van. Azt gondolja, hogy az az állapot a legnehezebb, vannak annak még fokozatai egyébként. És a nővéredet hívogatja, hogy... Így van, aha. Így van. Tehát, hogy elégre fogja neki megvenni majd a karácsony ajándékokat, nekünk nem kell. Aha, és már értelmetlent kért, vagy azért jót kért? Engem ez a dolog nem érint egyáltalán. Hogy ez a nővéremet érinti, azt kérdezd meg tőle, Feri. Én attól félek, hogy a nővéremnek a fia fog majd hívogatni minket, hogy ő mit kér. A keresztbe hát, Jézuskázás, igen. Mondtam a kislányomnak, amikor tavaly előadta a karácsonyi kb. 40 ezeres kívánság listáját, hogy a Jézuskának ugye mi adjuk a pénzt az ajándékra, és azokat ő beszerzi a boltjából, a Jézuska boltból, így túl drága dolgokat ne kérjen. A lelkére kötöttem, hogy ezt nem mondja el senkinek az oviban, mert titok. Ő azóta hallgat róla, és nem kér a Jézuskától drága ajándékot. Milyen helyes és sebes, nem? Ez jó, itt a hangsúly azon van, hogy egy titkos információt osztasz meg a gyerekkel, ugye, mert azt mondja, és berántod, tehát bűnrészes lesz a gyerek benne. És van egy titkotok. De tök jó, na ez jó. Jó ötlet egyébként, igen. Könyörgött a fiam egy rózsaszínű mackóért, de semmi érv nem hatott rá, két hét után nem bírtam tovább, és az asztalra csaptam. Nem veszek neked mackót, mert fiú vagy, és egyébként is tegnap múltál 42 éves. Meggyőző.
Sziasztok! Anya, kettős pont, ugye anya mondja, ez teljesen felesleges játék, szívem. Csemeteim a boltban, kórusban, a francba, a nyuszival, tudjuk, ez teljesen felesleges játék. A komplett hallgatóság hangosan nevet, írja Viki. Hát itt az idomítás akkor, ugye az már zajlik. Hogy... És belül mi történik abban a gyerekben? Azt nem gondolod át? Amikor így neveled át? Nem, hogy belül összetörik az a gyerek. Igen. Tavaly sikerült lebeszélni a lányomat egy cipő tervezőről. Gagyi műanyag, díszíthető cipők. Szörnyű. Idén újra felkerült Jézus karistájára. Most már meg kell vennem, írja egy hallgató. Tudod, kisfiam, ugye a témánk az, hogy mit mondjunk a gyereknek, hogy beszéljük le, hogy a Jézuskától miért azt kérde. Tudod, kisfiam, az a köcsök szomszéd, amelyik utálja, hogy labdázol. Aha. Na, ő lecsapta a Jézuskárt, mert neki is kellett az a rohadt maci. Sajnálom. Újabb gyűlölet. Jó, de szép, igen. Gyerekek, a lányom a Jézuskától egy nyulat szeretne, amivel állítólag lehet bujócskázni. A gyerek kezében kell lennie a játékhoz tartozó varázsrépának, és így a nyúl elvileg megtalál. Van valakinek ilyen? Tényleg működik? Megpróbáljam lebeszélni róla? Kérdezi egy kétségbe esett szülő. Mennyire értelmetlen játék, nem? Bujócskáz vele, te! Drága, értelmetlen, és háromszor bújna el a gyerek, és kész. Hát nem tudom, mert a bújócska maga, mint játék, az örök sláger. Ugye ezt mi is játszottuk, azt mindenki játsza szerintem. Itt egy picit a szülő fölmenti magát a bújócskázás alól. Azt mondja, hogy a gyereknek itt a varázsrép, azt majd a nyúl mondod megkeres. Te, aki egy rózsaszín pónit akarsz venni a gyereknek, ami tudod, mit csinál? Mesét mond a gyereknek. A szülő fel akarja magát menteni a meseolvasás előtt. Hogy... Piroska és a farkas, hamupipőke, hatféle meséből választhatsz, és az lesz, hogy kicsikém, jó éjszakát, nyom meg a kettes gombot, ha mesét akarsz hallani. Együtt fogunk feküdni a kalapén, a póni meg mesélsz. Én feküdsz meg valamire, de nem is az a nagy baj, hogy meséket olvas egy rózsaszín póni, hanem hogy mindezt szecsuáni nyelvjárásban teszi. Hát legalább tanul valamit a gyerek. Kínai. Véletlenül kitörtem a kislányom babájának a nyakát. Oh. A véletlenül mi? Már meg, hogy mit csináltál vele. Pipi popot akart 20 ezerért. Egyébként mi? Mit csinált a gyerek nyakával? Mit csinált a baba nyakával? Korábban még. Ne haragudj, mi a mondanád, mit? Pipi popot akart 20 ezerért, lebeszéltem, imádja, amit helyette kapott, én meg őt, írja Viki, mint alternatíva, hogy le lehet beszélni ugye gyereket. Én is akartam pipi popot, de erről meg Móni beszélt. Jó, hát. Mi a pipi popó? Hát az. Gyereki a Méta utcához, majd meg. Gyereki a Méta utcához. Azt, amit te akart pipi popót, azt ismerem, amit a gyerek akar. Aha. Gyerekek. Az éttermekben csak fél évente egyszer van torkos csütörtök, a Méta utcában minden csütörtök. És van torkos hétfőket. Na de, térjük vissza a témánkhoz. Azt mondja, hogy micsoda? Igen, én akármit szerettem volna karira, a Jézuska anyukám mindig azt vette meg, amit szerinte praktikusabb volt, vagy ami neki tetszett. És ez a mai napig így van, írja Husi. Azért ez is milyen traumatikus élmény, hogy felnősz, de anyád még mindig nem azt veszi meg, nem? Amit szeretnél, hanem ami neki tetszik, az a sál, az a kabát, az a kávé, ha nem kávézol. Az a tea, de közben nem is teázol. Kislányomnak azt szoktam mondani, hogy meg tudjuk venni az ajándékot, de akkor anyut el kell adnunk. Eddig még bevált, de félek egyszer bebukom egyszer az asszonyt. Mennie kell. Egyszer elegesz a gyereknek. Rohadékok, meghallották a lila beszélő pónit, vehetek kettő. Ne, a gyerekek azt ne, ott fogtok állni januárban Ferivel együtt, a recepción, a visszavételnél, és agyvérzés kaptok. Egyébként a gyerek, figyelj, ha most megtel, nem tudom mennyibe kerül ez a izé, tehát hogy pénzügyi kérdés nyilván, egyrészt a Jézuskának is a dolog, de most ha megengedhetsz magadnak valamit, karácsonykor ne csesz már ki a gyerekkel. Én kezdek, én mondom most, hogy így többen írjátok. Meg mi van, ha csalódás? Egy határozott nem edzi a jellemet. De ne, tényleg. Egy határozott nem. Mindig jót tesz a gyerek karakterének. Szerintem álljunk össze tizen, illetve álljanak össze tizen, akik szeretnének ilyet venni, vagy ahol gyerek szeretne ilyesmit, és járjon körbe az egy póni. Egy napot itt, két napot ott, érted? És ennyi. Nem rossz. A leggyilkosabb szülői kifogás a Jézuskának mit mondasz? Fiam, oké, hogy megírtad a levelet, de fel is adtad? Most a gyerek így áll karácsonykor, tudod? A lehető leggyilkosabb. Mit mondjál? Édesem. Aha. Hát nem adtad És fel. Hány forintos bélyeget raktál rá, te? Ez. Tudod, te miért messze lakik a Jézuska? Tudod, hol lakik? Tudod, hogy? Igen. A fiam értelmes. Őt le lehet beszélni a hülyeségekről. Anyósom. Na, ő a kemény dió. Gyerekek, itt azért vannak traumatikus pontok karácsonykor. Na, jól van. Köszönjük szépen az SMS-eket. Sokan próbálják meg. A
gyermeket lebeszélni, hogy mást kérjen a Jézuskától. Persze. De zárjátok rövidre a dolgot, az egyik hallgatnak írja, hogy rá kell fogni ugye a húsvéti nyuszikára, és azt mondanak, hogy de sajnos a nyuszi ellopta előle. De már bosszút álltunk. Na, hogy ízlik a karácsonyi újtörköt? Igen. Na jó, van Óven bácsival és Beru nénivel játsszuk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, uraim! Legmélyebb tiszteletem. Hát úgy is mondhatnám, hogy tengermély tiszteletem, nagy uram. Így van. Vezérem, szőröm. Dávid, hello Dávid, jó reggel. Jó reggel kívánok. Ez Dávid vagyok. Ez Dávid. Uh-huh. De ismerős név. Ez Dávid. Te írtál hosszú hónapokon keresztül teniszező SMS-eket? Igen. Gyanús, hogy te... Ugye mindig írtál egy SMS-t, hogy már megvetted a labdát, aztán már pattogtattál, már szervágatsz, már ütöd a fonákot, a tenyeres, de szerintem gyanús, mert egy profi játékos lehetsz, mert túl gyorsan haladtál. Én most kezdtem a teniszt, vagy akartam elkezdeni, és akkor gondoltam, hogy írok nektek, vagyis neked Balázs. Bocsánat, Sebestyén. Hát, nekem hiába is írnál teniszt. De aztán hogy állsz vele? Játszol egyébként? Elkezdtem, de most abba hagytam, mert hideg van, és most keresek egy fedett pályát. De nagyon kitartó voltál, nagyon hosszú időn keresztül írogattál Balázsnak is, azóta sikerült már bepasiznod? Nem. De eltűntek ezek az edzésedről szóló SMS-ek, hogy teniszezel. Tehát a távoktatás az abban maradt, feladtad. Hát elkezdtem dolgozni, és akkor azért így reggel nem volt időm. Mint teniszedző. Igen. Az menő lenne. Na jó van, figyelj Dávid, mutatjuk akkor, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Jó, hallgass meg. A természet. Nem, inkontinencia, ja. Nagyon súlyos. Hát akkor ez nagyon durva. Igen. Mutatjuk, mit énekelnek. Jön egy rövid részlet, figyelj. Lan. Atya Isten. Kérhetem még egyszer? Hogyne. Mutatjuk. Lan. Ez magyar előadó? Vagy nem, ugye? Hát igen. Hát én ezt nem tudom, direkt nem nézek most a monitorra, én nem tudom, hogy mi ez. Magyar? Magyar. Akkor még egyszer kérhetem. Jó, utoljára, és aztán kivettük a bögrét, figyelj. Lan. Nem tudom, egy kicsit hosszabbak szerintem. Jó, figyelj, kivettük a bögrét, jó, figyelj. Lan. Hű. Hú, tök kemény. Ez nagyon, mi ez? Bocsánat, csak épp a főnökömmel itt vagyok. Felismerhetetlen. Nem is tudom, miért ezt a részt énekli, persze. Ez a KFT, aztán esetleg. Mit mondtál? KFT? De jó lehet. De jó baj. Az Afrika. Üdös életben meg nem mondtam volna. De nagyon jó vagy. Tényleg jó. Elisedzés közben, hát muszáj hallgatni. Jó, küldjük neked az ajándékcsomagot, bögre nem lesz benne, de minden más igen. Jó? Rendben, köszönöm. Dávid. És akkor jelentkezem majd a instrukciók miatt, hogy kérek egy kis, még egy kis teniszedzést. Jó. Küldjük neked. Jó, köszi Dávid a játékot, ciao. Hello. Szia. Hello. Na gyerekek. Mi vagyunk azok, igen. Vagy nem? Azt mondja, hogy nem csak ügy, erre a répát keresi nyuszira írja valaki, hogy micsoda? Ha nem keres rendesen répát a nyuszi, ami a kezedben van, a répát tartod, és a nyuszi megtál bujocskálás közben, akkor álltuk a nyuszi kiszóló, hogy szólja szüleidnek, hogy cseréljenek elemet. Ez mennyire durva? Megírták nekünk Facebookon. Oh. Hogy kiszól a nyúl a szülőnek, hogy cseréljetek elemet bennem, mert nem találom már meg a répát, amivel a gyerek ül a konyhába, a kredenc mögött.
Igen, neked szóltam ez a következő mondat. Azért nem érted? Mondjuk ez egy picit illúzió romboló, nem? Igen, cserélj bennem elemet. Nem lehet, találja meg a répát. Figyelj, vegyük meg és teszteljük le. Hát ezeket teszteljük le. Hát nézzük meg. Elbújsz, Feri, valahol ott a Fradi pálya mögött. A nyúl meg elindul innen. Kis rohadék. Üvegajtónál. Ha eljut a recepcióig, akkor már jó. Akkor már az övé a pont. Na gyerekek, 8 óra után egy nagyon fontos témánk lesz, mert hogy hívjuk Pataki Attilát. Végre. És ő vállalta a beszélgetést, és jó lenne, ha közben sem tenné le, mondom ezt elsősorban magunknak. Elmegyek, főzök valamit. Az jó lesz. De három fogás. De hosszabbat. Mert hogy ő testépítő UFO-kat látott. Ha? Ja. És megpróbáljuk tudományosan megközelíteni ezt a beszélgetést, hogy elmondja nekünk a mi Attilánk, akit mi egyébként nagyon kedvelünk, hogy hogy néznek ki, honnan vette észre, hogy ő testépítő, és miből gondolja, hogy ő UFO. Hát a és Attila vállalta a beszélgetést, mondta, hogy ő ezt elmondja. Hmm. Mert a testépítőt azt látod. Igen. De hogy hogy UFO? Aha. Aha. Jani, igen. Mi menjünk főzni? Vagy hogy mitől UFO? Én megértő leszek vele. Jó, átadjuk neked ezt a fél órát, de tökké, teljesen. Aha. Jó, úgyhogy Pataki Attilát hívjuk a hírek után, vállalta, hogy elmondja, és figyelmeztet mindenkit, hogy ki az, aki földön kívüli, és ki az, aki testépítő UFO, úgyhogy vele beszélgetünk mindjárt. Jó, Ákos elmondja a legfrissebb híreket. Tomáljatok vele. Aztán Pataki Attilával folytatjuk. 8 óra múlt pontosan 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello. Sziasztok, drága hallgatók. Jó reggelt. Jó reggelt kívánunk mindenkinek a hét utolsó napján, pénteken áldogálunk, és hát illetve pontosan ülünk, az autóban ülők áldogálnak, mert hogy hatalmas dugó van országszerte, viszont süt a nap. Ahogy most kinéztem, azt látom, hogy süt a nap. De hideg van. Igen, hideg van, ez már hideg. Az a klasszik november végi, december elejé időjárás, amikor süt a nap, de már úgy érzed, hogy megmar téged, fagy apó. Van ilyen? Ah, hát most már. Most már. Megmar téged, fagy apó? Hát ez szörnyű. Na, ez nagyon szép. Na, teljesen beállt a mogyoródi, lépésbe lehet haladni. Ennek az az oka egyébként, hogy a Nagy Lajos Király útján baleset történt, villamos és autó ütközött, és emiatt ott hatalmas dugó van. A Magyaródin, a mindenki, aki szeretne bejönni, a Nagy Lajos Királyra ráfordulni, és az M3-as bevezetőjén is, mert hogy a Nagy Lajos Király útján baleset történt, villamos és autó ütközött. A Kerepesi út a belváros felé szintén elesett, ezt Perec küldte nekünk. Valamint a Hungária körút és a Kerepesi út kereszteződésében nem működnek a jelzőlámpák, rendőrök irányítják a forgalmat, ezt Viki küldte. Erzsébet fasor kész, csak lépésbe lehet haladni, és az, hogy igen, István küldte nekünk, köszönjük szépen. Kérlek, szóljatok az M3-as bevezetőn araszoló autósoknak, hogy lekapcsolhatják a ködlámpát. Köszi a... De jó Isten, valami verőfényes sapsütésben még mindig van, aki bekapcsolhatja a ködlámpát. Hát két héttel ezelőtt volt köd, akkor bekapcsolt, és aztán így már nem van. Látod. Mm. Mert a folyamatos kapcsolgatás egyébként nagyon megterheli az izzókat, és csökkenti az élettartamokat. Ez azért van. Kapcsolt fel szeptemberben, és kapcsolt le márciusban. Ennyi, sokkal tovább tart. Indul a ködszezon, tessék bekapcsolni a ködlámpát. A Kerepesi út az Árkád és a Hungária között a keleti pályaudvar felé lépésben halad lassan nagyon. Ezt is SMS-ben kaptuk, valamint Gyöngyösön a Karácsondi úton trafipax van. A városba érkezőket mérik, 50 km/h a megengedett sebesség, Adrián küldte nekünk. Aztán van egy baleset Szentendrén is, Budapest felé, a Lukói előtt, ezt Csengő írta, és az M7-es M0-as híd alatti részénél Gyula szerint ugye medvét, imádom ezért. Hallgatóink szerint vaddisznót ütöttek el Pest felé, füsterelő elküldte nekünk, úgyhogy ott is hát már letakarták, és elszállítják szegény kis testét. Valószínű, hogy egy kamikáze akcióval ő berohant az autópályára. Meg ugye? Tudom csinálni. Mondta, gondolta, és ez volt az utolsó gondolata. Na, mivel kérdő a tekintetet, ezért mondom, hogy tegnap óta gyakorlatilag 900 ember gondolta úgy, hogy az Instagram oldalunkat lájkolnia kellene. Jelenleg 14,8K-nál tartunk, és ez nem csoda, hiszen olyan képeket, olyan exkluzív képeket lehet fent látni, mint Balázs és Pákó, vagy Mamma és én, és hát megéri. Megéri fölmenni, megéri a képeket lájkolni, és az oldalt is, ha gondoljátok, akkor. Így van, ők a kis Instagram barátai. Így van. Mint egy jó házi buli. Többen vagyunk, mint egy MLS meccsen. Nem? Vagy egy NB1-es. Egy NB1-es meccsen, igen. Az MLS-ben ritkán futballoznak. Az NB1-ben annál többen, igen. Egy Vác, mit tudom én, MTK-nál többen vagyunk? Többen. Hát igen, nem akarom bántani az MTK-t, de ahol ők játszanak, ott sokan nincsenek. Ott, de van egy kemény mag, azt hiszem, egy 1000-1500 fő. Na! Azt már lenyomtuk Instagramra. Tudni kell, hogy ez az Instagram oldal egyébként elég friss, és más típusú képek kerülnek föl, mint a Facebookra. Néha van csak egyezés. Ez egy ilyen kis házi buli jelleggel.
kevesen vagyunk. Hát és te vezényled az egészet, tehát ez az külön szép benne. Külön szép, egyre kevesebb szervezényled, de te. De te. Igen, most, hogy visszajöttünk Afrikából, olyan három havonta egyszer kerülnek képek, de vannak jó képek, exkluzív képek, olyanok, amiket nem lehet látni a Facebook oldalunkon. Azt egyébként megcsináljuk egyszer, hogy elmegyünk az összes Instagramosunkkal együtt egy meccsre. Egy NB1 meccsre. Hát. 14.800 fő. Az teltház lenne. Az full teltház. Az teltház lenne, igen. Na, gyerekek, Pataki Attila. Pataki Attila. De azért beszélhettek. Pataki Attila, ugye hát őt azért elég sokszor hírbe hozzák különböző érdekes nyilatkozatokkal, és ami Attilánk úgy döntött, hogy nekünk nyilatkozik, mert hogy ő földön kívülit látott. Igen. Én abszolút. Jó, ő már nem először, ugye ezt tudjuk. Igen, nem először. De most ez különleges valamiért, ez a mostani látása? Ez különleges ez a látás, mert azt mondta, hogy ez egy testépítő UFO volt. Ez a spanyol találkozás volt, ugye? A barcelonai. Ott, igen, igen. Tehát ő Barcelonában járt, és igen, ott látott egy földön kívülit, és én ezt a nyilatkozatot olvastam, és arra gondoltam, milyen jó lenne ezt Attila elmondaná nekünk, mert ti, akik egyébként hát szkeptikusok vagytok, és az erős sötét oldalán állva ilyen dolgokban nem hisztek, hát ha meggyőz benneteket arról, hogy már pedig itt vannak között. Igen, hallottam az esetről. A különlegessége mi a test, tehát hogy a, mondjuk a postás UFO, meg a, nem tudom, a hangmérnök UFO, a Zsül, meg egy testépítő UFO között, a testépítő UFO az miért más különleg? A hobbi, más a hivatás. Aha, azt jó, tehát azt értem, hogy más, de hogy a, miért erre kapjuk fel a fejünket, hogy testépítő UFO? Mert eddig még ilyennel nem találkozott senki, aha, azt gondolom, hogy így a, ja, jó. A történelemben, és ráadásul ez az UFO, ahogy én olvastam, nem leszállt, hanem felszállt egy buszra, amin Attiláik utaztak. Uh-huh. És tehát akkor az UFO igen, kis buszra járt. Történt. Gyerekek, szerintem azért érdekes a dolog, hogy Attila ezt így felvállalja és erről beszél. Ugye ő legutóbb is utalt arra, hogy van egy celeb, aki szerinte földön kívül. Igen. De nem nevezte meg. Uh-huh. De mi kiderítettük, hogy Smuk Andor az. Jó, igen. Igen, mi kiderítettük, hogy szerintünk Smuk Andor az, illetve Smuk Andor maga az űrhajó. És tényleg. És ugye hát arról beszélni, hogy Smuk Andor az űrhajó. És az anyahajó. Igen, és mindig amikor hazamegy, akkor így a test elhajlik ilyen 90 fokban, eldől oldalra, derékszögben, és onnan előjönnek a kis földön kívüliek. És aztán ugye visszabillen. De hogy ő maga az anyahajó. Lenyílik a haja hátra, és kirajzanak belőle. Igen. Na, felhívjuk Pataki Attilát, hogy mondja el nekünk, hogy hogy néz ki a földön kívüli, aki testépítő, mit látott, mikor látta. Majd én kérdezek. Jó. Feljogosítalak rá, bármikor leúszhatod a mikrofonomat. Kérdezzetek ti is, csak. Jó, hogy vagy Attila? De rendben. Mi lesz a nagy koncerten, az engem érdekel, mert most nagyon szurkolok, mert ugye arra is lehet nálunk jegyeket nyerni, majd lehet, hogy mi erre tereljük a beszélgetést. Hát figyelj, én nem győzöm hangsúlyozni, eleget hangsúlyoztam, mindenki tudja, mint szenészt, én nagyon tisztelem Attilát, úgyhogy ezzel a részével szerintem semmi gond nincsen. Na. Na, hívjuk. Nem kérdezhettek semmit. Jó. Én a barátja vagyok. Én csak itt ülök és hallgatok. Igen, mondjuk te vagy az egyetlen hármunk közül, aki erre igazából nyitott, sőt hívő. Lehet, hogy te beavatott is vagy, ezt még nem tudom meg biztosan. Meg ne felejtsük el, hogy van egy celeb, aki UFO. Márjátok, mert Anna nagyon... Nagyon küzd. Ha ezen múlik, kimegyek. Nem voltál rossz, nem csináltál semmi rosszat. Jó, de nem akar. Nem vagy büntetésben. Nézem Anna arcát, nagyon szigorú. Büntetésbe lesztek. De nem csináltunk semmit, apu. Fekete pont. Én komolyan veszem. Ti nem, ez a baj. Hát én megértem. Bocsánat, tök komoly kérdésem volt ez, hogy miért küld, tehát hogy miért a... Meg a nagy koncertre is rákérdeztél. Az is igaz. Hogy miért a testépítő. Na, látod? Na, itt van Pataki Attila. Attila, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Attila! Szervusz Balázs! Szevasz! Hogy vagytok? Jól vagyunk, Attila! Fantasztikusan, tényleg, biztos? Igen. Megpróbálom felvenni a tempót veletek, jó? Nem beszélünk ilyen gyorsan, csak amikor valakit felkonferálunk, akkor örülünk neki. De hát ez ilyen rádiós szakmai titok, amit most beavattunk. Fönn vagy már, vagy mi ébresztettünk? Nem, én 6-kor keltem. Sziasztok, jó reggel! Jó reggel! Hogy ilyen korán? Hát mert reggel a gyereket viszem suliba, azért 8-ra. Hát akkor te is az autóban várakozott között vagy, aki állatugóban és nem, a suli az körülbelül 800-900 méterre van, ebben Mázlin van, úgyhogy nem. Ja, pont ezt akartam kérdezni, hogy útközben hallgatsz-e minket, de akkor ezzel ki is hallgattam, nem, belőttük a fiammal, de aztán tudtam, hogy úgyis később lesz.
Itt vagyok. Sziasztok. Mi a helyzet, UFO-k? Hogy vagytok, mondjátok? Na, Attila, nem, a fiúk már meg sem mennek szólalni. Ülnek, abszolút jól neveltek egyébként. Én vagyok az egyetlen, aki téged megért. Hogy olvastuk egy nyilatkozatodat, és én nagyon örülök, hogy te beszélsz erről. Hogy voltál Barcelonában, jól olvastam? Vagy jól értettem, hogy ez egy külföldi út volt? Igen. Güell Park, Gaudi, Strada Familia, csodákat láttam. Na, nagyon szép hely, igen. Kis tengerpart, kis kultúra, igen. Kis bevásárlás. Nagyon jó hely az a Barcelona egyébként. Igen. Na, és mi történt? Mert az ember ezt olvassa, de hát mégiscsak azt gondolom, hogy azért ezt neked kell elmondani, vagy tőled kell hallani első kézből, hogy mit láttál. Balázs, de sokkal egyszerűbb lenne, hogyha tényleg az első kézből informálódnátok ti is, bárki, akárki, akit ez a téma érdekel. Szerintem már csak fel kell menni a letre és beültöd annyit, hogy Paul Hellyer volt kanadai védelminiszter, akkor az nem Pataki Attila, nem Kovács 2-3, nem Balázs, hanem Paul Hellyer volt. Én erről nagyon sokat beszéltem, hát te vicce, hát én ezt tudom. Aki elmondja, ettől milyen tanú kell, ki kell még nektek. Ő elmondja 9 percben, hogy az ő időszakában és az ő 4 éve alatt a végén megtudta, hogy és ő is szembesült avval, hogy a magas szőkékkel áll a kormánya kapcsolatban. Nagyon hosszú évek óta kint járt, sivatag, látott homok felett lebegő lényeket, akik ezt meg tudták oldani, hogy így működnek. Tehát ki kell még, Medvegyev elmondta, hogy Putyin áll ott van, minden elnök megkapja, először kap egy pakkot a tasolját, a politikát, a másik tasolban megkapja, hogy éppen még civilizációval milyen formában, hogyan működik együtt a kormány. Mi a lófügy kell még? De tök igazad van, én is itt ülök ezzel a két szkeptikussal, én beszéltem a kanadai védelmi miniszterrel, meg egy csomó minden másról, már nem a védelmi miniszterrel, a védelmi miniszterről, és a két szkeptikus még továbbra se hisz nekem, és örülök, hogy te ezeket így kimondod, és igen. Komolyan mondom, örülök. És ez is tök, hogy elárultad, hogy a volt védelmi miniszter kapcsolatban állt a magas szőkével Pierre Richardra. Nem az ő kormánya, nem ő ja. Maga a kormánya. Na, de te kit láttál, vagy mit történt egészen semmi pontosan? Baromért, nézni, 12 éves koromtól történnek ezek a dolgok velem, nem csak velem Magyarországon százak és százak, a világon ezek is ezekkel, ezek az elvitelek, egyebek, minden. Az életem egy ilyen rejtett szak része volt, aztán egy idő után úgy döntöttem, hogy merem vállalni. Aztán semmi, én ezt érzékelem, ha valamilyen relatív közelségben vannak, vagy valamilyen olyan anomália van, amikor valami másfajta rezgés számú megjelenik a körben. Jelenleg a Földön 30 fajta, rengeteg sok ember által látott, vizuálisan is érzékelhetően látod és megélt élményből, kb. 30 fajtát tudtak azonosítani. Olyan 72 fajta van itt a Földünkön, és itt a naprendszernek ezen a részén kb. 72 fajta civilizációnak nevezett valakik vannak, akik léteznek, figyelnek, és vannak, akik sok ezer évvel előttünk járnak. Ez oké, persze, ez erről lehet olvasni, de mondhatod, hogy te láttál valakit, vagy egy testépítő, vagy... Mentünk egy ilyen sightseeing-es busszal, és akkor felszállt egy figura, egy ilyen abszolút szabályos, de nem mindig így működnek, hiszen vannak köztük alakváltók is. Felszállt Sorsik, aki mellettem ott a feleség, mondta, hogy fú, de fura az arc nézni, és lassan előről fönt, ahogy föntültünk, lassan ment hátrafelé, és amikor mellém ért, akkor hát a létező mindenfajta szőrszálpal átrajtam. Én tudtam, én tudtam, hogy nem evilági az arculat. És ugye nem azért volt furcsa, mert vastagabb volt a karja, mint a combod? Nem, annyira nem volt kinyúrás. Igen, ez azért különleges ez a hír most, mert ugye eddig mindig arról beszéltünk, hogyha földön kívüliről van szó, akkor az mondjuk egy azonosítatlan repülőtárgyban utazik, valahogy különlegesen néz ki, ahogy te is mondtad, nagy szürke. Ez viszont egy átlagos emberi külalak volt. Ilyenkor mi történik? Ellopják valakinek a külsejét? Nem, abszolút alakváltók, tehát ha felvész internetet és megnézed, hogy Obama testőre című forma, ott az egyik fazon éppen egy pillanat elvesztette. Az a kopasz csávó, tudom. Így, mutattam nekik, hitetlenek, nem hitték. Egy, de olyanból van 100, csak éppen az egy forog fent olyan nagyon, mert ugye Obama testőre, ott éppen a kontroll, a fedés az egy pillanatra eltűnt, ennyi. Ugyanígy az alakváltó képesek pálma alakjában ott pücsörögni előtte, vagy bárhol. Tudom, hogy vadul, brutális hangzik, de az is brutális lesz, ami az elkövetkezendő 3-6 évben történik majd. Tehát amikor föllebben a fátyol, és ez a tébolyító plusz
létezések is felszíne kerülnek, hát akkor bizony kapaszkodós, ez különösen azoknak, akik, hát tudod, rengetegen voltak akkor is, amikor oda kellett állni a mágiák mellé és elégetni azokat, akik azt mondták, hogy már nem koronggal, akkor nem gömbölyű. Hát igen, persze, és ismerjük a történetet. Egyébként Attila, ők most jók vagy rosszak? Ez ugye az általános kérdés mindig, hogy most ők jót akarnak, vagy rosszat akarnak? Tehát mit akarnak ők tőlünk, hogy ártani, vagy segíteni? Ha nagy csodát akarnátok, de hát ő nem valószínű, hogy egy ilyen jópofa reggelbe bele mászik, de dr. Opál Sándor, a Magyar Ikszakták csoportfőnökek, a Kádár idők alatt a Magyar Ikszakták csoportfőnöke volt, úgyhogy két szkeptikuska kapaszkodjon meg ott az összes fotelba, meg azt lakába, mi van. Ő erről tudna nektek mesélni a Kajmán kultúráról és egyebekről mindenről. Sajnos az ő tőleszedett és egyéb helyekről felezett információk szerint a legalább 80%-a nem igazán jó indulott. Magyarul nem is igazán nem jó indulott. Nem emocionális, tehát nincsenek ilyenfajta érzelmi, mint nekünk ilyen szélsőségesek, semmilyen. Így aztán... Bocsánat, de akkor eddig miért nem csináltak ki bennünket? Tehát ha az ő birtokukban van az a technológia, hogy el tudnak jönni a nem földre. Hát de azt mondtad, hogy nem jó indulatúak, hogy a 80%-a nem jó. Ha bemész egy kocsmába, és azonnal nem ölnek meg, csak kétszer jó szájon vágnak, megforgatnak, segbe rúgnak és elzavarnak, akkor nem fizetett senkinek semmit. Óriási különbség van a kettő között, aha, nem? Azt mondtad, hogy az elkövetkezendő, három-hat évben lesz a meglepetés. Ti fogjátok, várja, hadd tegyem fel a kérdést, Attila. Tehát, hogy ők fogják okozni a meglepetést, ők akarják magukat most már leleplezni, vagy ti fogjátok őket leleplezni, akik érzitek őket? Nekem nem kimondottan ez a célom, jelenleg a 32. lemezemet írom, és a jövő április 11-i bulimra készülök, tehát ez a konkrét tervem, meg utána este valamikor jönnek haverjaim és vendégség lesz, tehát ezek a konkrét jó, terveim. Jó, de mitől lesz a meglepetés? Nézd, már ez olyan, mint a fedő. Nem biztos, hogy a fedőt épp le akarod emelni a fazékról, de a gőz majd felemeli. Tehát ezt próbálták, és most is próbálják visszaszorítani, tehát óriási a média és az egyéb formákban és eszközök, amikkel megpróbálják még mindig eljópofáskodni, elhűlni, elmarulni, elparentálni, lehetetleníteni azokat, akik bármilyen formában megszólnak erről, de hát már nem nagyon Attila, lehet. Csak hagyd kérdezek valamit, hogy azok is felismerik őket, akik nem beavatottak? Tehát Feri például majd megy a 7-es buszon, mert lerobban az alfája. Felszáll. Nem szokott, jó, nem, akkor az enyém szokott. Igen, akkor mit tudom, elmegy egy kolbász fesztiválra, és ő ugye nem beavatott, vagy hát ő ebben nem hisz, akkor ő felismerheti egyébként, hogy kik azok, akik ott vannak, vagy ő vak? Csak egyetlen egytől függ, hogy a kolbászfesztiválon mennyi pálinkát és kolbászt teszik egy bizonyos idő alatt. Akkor mit akkor bevásárlóközpont, vagy mozi? Jó, most tök komolyan kérdeztünk, és te vicceled el. Akkor nem kolbászt veszi, akkor bevásárlóközpont, mozi, utazás, metró, repülő, tök mindegy. Nem. Ez egy bizonyos rezgésszám kérdése, hogy milyen szinten érzékelsz dolgokat, egyáltalán más dolgokat, bármilyen más dolgokat, látható és láthatatlan dolgokat. Az érzékszerveinkkel kb. 5%-át érzékeljük a valóságnak, te ezt már tudod, nem akarom ezerszer mondani, tudod te is. Tehát ott van a 95. Hát ebben a 95-ben vannak a földön kívüliek is, és az emberek nagy része számára nem láthatóak. De Feri anyában mindenképpen nyitottak, elsősorban az Alpha Centauriról érkezettek. Igen, mert hogy alfája van, igen. És azt tudjuk, hogy mit akarnak ők egyébként? Mert erről még sose beszélt senki, hogy ők barátkoznak, bántani. A vadabja az szerintem ja, van vad. Az a két figurára gerjed, aki ott van mellette. Aha, hát, nagyon helyes, figyeljék is erőket. Már a Feri már megérdemelni, hogy megerőszakolja egy földön kívül. Minimum. Már túl vagyunk, érted? Nálam mindig van bazelin, hogy ne legyen olyan traumatikus, majd epres, ráadásul epres. Szóval tudjuk, hogy mit akarnak ők? Kapcsolatfelvétel? Vagy... Nem akarnak ők semmilyen kapcsolatfelvétel, ez már 1930 óta, 20-30 óta történik és megtörtént. Akik el akarták, azokkal felvették a kapcsolatot. Ha földtörténetet tanulsz, akkor vagy tanul, akit érdekel, azok tudják, hogy Afrikába vezethető vissza az emberiség genetikája, ott vannak az első aranybányák, arany kell nekik, arany. Nibinu, Anunaki, kutyafüle, minden, olvasátok, keressétek, és majd megtudjátok. Bocsát, Anunakik. Ez már majdnem olyan, mint a Mananoke Mayananiya, mint csak az a szomorú szamuráj volt az ábe. Anunakik. Figyelj, hogy ez ők... meg lesz nektek már a jó lesz. Attila, csak még egy kérdés, hogy ők egyébként föl tudják venni az én alakomat? Tehát mit tudom én, ha a két hitetlenhez bejövök úgy reggel, hogy nem én vagyok, hanem ő,
És ők ezt nem veszik észre, akkor ők bármit, tudnak... Bármit meg tudnak tenni. Tehát tudnak én lenni, vagy tudnak Balázsok lenni, vagy Ferik, vagy Jarik. Bármit meg tudnak tenni. Aha. Hát akkor egyszer végetek lesz, megtréfállak veletek. Mi? Miért kell az arany nekik egyébként? A Nibirunak óriási szüksége van rá a légköre miatt, de ezek csak olvashatók információk, tehát én nem voltam, de ha Opá Sándor el tudja mondani, aki járt a Marson a Kajmán kultúrával, ő el tudja nektek mondani, de nem mondom, kevés esélyetek van rá, hogy így ilyen formában hozzájuthattok. Nem, mert most ha arany kell nekik, nem az arany kell nekik, gyerekek, nekem eddig csak rémled, de ez csak tuti a smuk. Ez most már tuti a smuk lesz. Ez az emberiségnek az aranymániája, elárulom neked, tehát mióta van és létezik, azóta van ez az aranymánia. Tehát az arany körül egy grammal se ér többet, mint a szén vagy a többi, csak illet jelölve is emiatt valami ilyesmi. De tudod, miért örülök nektek azért nagyon, mert közben azért, tehát te mélységesen tudod, hogy itt eljópofáskodunk, elmarulunk, de ezeket, amit most elmondtam és elmondhattunk, azért ezeknek a 90%-a betonkeményen így van. Abszolút, ne viccem. A Hang Azol is múltkor beszélt a Kajmán kultúrára. Na most figyelj, Attila, tök komolyan, én beírtam ezt, hogy Kajmán kultúra a Google-ba, de most ne röhögjél. Na most tudod, mi a bajom ezzel a beszélgetéssel, hogy én először, hadd fejezem be a mondatot, ne haragudj, először ültem le úgy, de azért, mert először ültem le, nem hiszem el. Hát de egyébként nem biztos, hogy mindig könnyű, de Feri próbálkozik, mi a kalappal egyébként előtt. Ez már negyedik komoly kérdésem, bennem mindig vannak kétségek, és én most tényleg nyitottan álltam oda. Én most beültem a Google-ba, vagy beütöttem, hogy Kajmán kultúra, és nekem semmi, tehát ilyeneket ad ki, hogy Kajmán szigetek könyvek, hogyan találjuk meg a Kajmán szigetek. Ezért mondom neked, hogy próbálkozz meg. Ezek rejtett tartalma. Dr. Opá Sándor úrhoz. Figyelj, Attila, csak bocsánat, még egy kérdés eszembe jutott, hogy lesz olyan idő, amikor ők leleplezik magukat, vagy lesz az, amikor ők előállnak? Ugye ez foglalkoztat mindenkit, hogy van-e olyan, amikor ők azt mondják, hogy nagy gyerekek, itt vagyunk, vagy ők, ameddig az emberiség van, ők itt jönnek, mennek, de sosem állnak majd elő a nagy betűs dologgal, hogy na ezek lennénk mi. Ez szerintem ez meg fog történni a következő időszakban, igen. Én úgy érzékelem, hát nem én vagyok a proféta, nem is akarok az lenni, énekelni akarok továbbra is az Eddában, de az én megjövősém szerint ez 3-6 év valahol ott, valahol így. Én így érzékelem. Aztán ha tévedtem Istenem, nem vagyok... Hogy 3 és 6 év időintervallumon belül valamikor. Igen. Ha nem, akkor írok még egy nótát is ki. Na, ez jó, hát azokat szeretjük. Ha eljön még az idő, amikor már nem kell átszázniuk magukat Smukkandorra. Például, igen, mondjuk Smukkandor maga az űrhajó, gyerekek, ő nem földön kívüli, ő az űrhajó. És ő lenyílik, és aztán kijön belőle sok kicsit. Olyan, mint a USS Nimitz. Igen. Egy anyahajó. Jó, Attila, én örülök, hogy te erről így beszélsz. Komolyan, mindig szeretek veled beszélgetni. Én szeretem, hogy te ezt így országvilág előtt beszélsz erről, vállalod. Komolyan mondom, tényleg. És elméletileg már nem kell mágiára menni, az nagy dolog azért. Hát elégetni már nem fognak téged, igen. Valahol a hősök terén. Attila, most nézem itt a honlapotokat, és azt látom, hogy csak jövő év áprilisában lesz majd egy aréna koncertetek, hogy addig hol leszel az Aldebaránon? Hát elmézőleg a Szíziuszra készültem, de ahogy gondolod. Orsonak, itt vannak a jegyek, mi megyünk. Tehát, nagyon jó. Attila, nagyon köszönjük, vigyázz magadra, jó? Isten, sziasztok. Vigyázz magadra, köszönjük szépen, Pataki Attila, köszönjük, ciao, hello. Na, most így beszélgessen komolyan az ember, hogy mindenre röhögött, érted, és azt mondta, hogy majd nézzé utána, meg hitetlen hülye vagy. Hát én most nekem ez rosszul esett. Ez rosszul esett? Rosszul, én most egyszer voltam nyitott a téma iránt, most már mindegy, szkeptikus vagyok. Jaj, én megtaláltam. Köszönöm szépen. Én megtaláltam. Már ez ennyire tisztelettél. Igen. Én szeretem Attilát, hogy erről így beszél. 8:30 volt, pontosan 5 perccel. Ákostól meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. 3:49 volt, pontosan 3 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, Pataki Attilával beszélgettünk ugye a hírek előtt, aki elmondta, hogy alakváltó UFO-t látott Barcelonában, és hogy mikor leplezik le magukat, mi történik, hogy történik, egyáltalán, hogy miért vannak itt, és mik az árulkodó jelek. Ugye erről beszélgettünk. Jézusom. Én most mondtam, hogy hírek után. Átszellemültem, érted, ebbe az UFO-s sztoriba, erre bejössz. Várjál, Julián, akkor adok neked mikrofont, mond. A mai nap a kínos pillanatok napja. Nem, mert itt mindenki megőrült. Ez elég jól sikerült, hogy ez. Egyre szürreálisabb nekem ez a reggel. Figyeljetek, szeretném meghirdetni a legidiótább karácsonyi cuccok versenyét. Megnyerted. Aha. Én mutatom. Ezt most találtam. Igen.
Nem hiszem el. Egy zöld kalap van a Julin. Atya úristen, deciki. Igen, pont erről beszélgetünk reggel, hogy a legértelmetlenebb karácsony jelentik, de nem is értelmetlen. Egy zöld, fenyőfa színű, ilyen későn ilyen szőr, meg prém, meg ilyesmi, zene szól belőle, és mozog. A zenének a ritmusára a teteje elkezd mozogni, és integet. A csillag a tetején, gyönyörű. Jó aha. Van, Juli. Jó, reméljük, nem kerül sokba, és megvan a számla. Vásároltál. Várjál, most lecseng. Ez megőrül. Ez nagyon vagy. Megláttam, ezt egy barkácsáruházban lehet vásárolni. Egyrészt eszembe jutottatok ti is, meg a gyerekeim is. A Lidi megáll a tükör előtt, és tolja nagyon. Atya, úristen. Ezzel, mi már borzasztóan utáljuk, de hát ezt nem lehetett otthagyni. Ne haragudj, Jani. Nem haragszom, nyugodtan veszel. Nem haragszom, hogy te akarod kipróbálni elsőnek. Nagyon drága volt? Nem volt nagyon drága, nyugtass meg, hogy valami leérzékelt. 5000 biztos. Nem, 2500 forint. Viszont miért nem valami értelmesek költötted? Mondjuk tetszik, hogy kísérleti jellegen megvetted, hogy így meg tud mutatni nekünk, de... Számla mindig legyen meg. Az a biztos. Ez az eredeti csomagolás? Mert akkor még visszaveszik. Volt rajta egy zacsi is. Ne, csak gondoltam, hogy... megörvedni. Aranyos. Tulajdonképpen nekem igen, tetszik. Juli aranyos, de ez a szar. Nem, hát ezt tudod, hogy ahogy röhögnek a gyerekeit. Ezen, hát ne hülyeskedj, egyes kezéből tépték ki. Figyelj, a vetkőzésed után lehet ez a következő, hogy ebben a kis tangába, kis bugyiba, és egy ilyen kis... Van. De legközelebb is, az is legyen benne a meglepetésbe, ha bejössz ide. Felöltözöm majd karácsonyfának, és úgy ledobálom a gömbjeimet. Voltál a boltban? Nem még, de elmegyek hétvégén. És ott is keresek ezen nektek valami kis zenélő valamit. Tegnap hallottalak benneteket, hogy ilyen... Használt szexturkáló. Az. De azt hogy? Nem tudjuk, Juli küldetése, hogy ezt fedezze föl. Nem tudjuk, hogy ott mit adnak, ruhát, vagy esetleg mást is. Ezt fogja megnézni. Le lehet adni a rendeléseket, srácok, mit hozza. Használ, tehát beviszed, leadod, megveszed, és elviszed haza. Vagy nagy leadod, jó. És pénzt adnak érte, és megveszik tőled a használt cuccaidat, ami már nem kell. És ott ugye elsősorban nem csak textíliákról van szó, hanem hát ez az. Ugye, hát de műanyag azt és minden más. Ott, hát, hogy oda teszed. Ahol... Érdekes a dolog, igen, ezt Juli mondta, hogy felfedezi. Fel, megnézem. Jó. Egyszer egyébként voltam már egy ilyen boltban, és ott egy nagyon-nagyon helyes, olyasmi korabeli, mint édesanyám eladó volt, és azt mondták, hogy koncepció az, hogy mindig ilyen nagyon emberszagú embereket állítsanak be a pult mögé, hogy az, aki ott vásárol, az érezze, hogy ez egy teljesen tehát normális dolog. Tehát hétköznap természetes, igen. Tehát ne valaki ilyen mizében lakban, meg műberbe öltözve láncokkal. Így van, nem egy agyon tetovált, nagyon fura fizimiskájú ember, úgyhogy most nagyon kíváncsi vagyok, hogy ott ki milyen arc fog fogadni. Jól ide, jó, hogy vagy, ettől sokkal színesebb, mint nem. Ugye, egyébként, hogy... igen, hogy bejössz egy csákóval a fejeden, ami zenél, és erre táncolsz, igen. Na jól van, oké, hármasugrást játszunk, ha minden igaz, akkor már itt is van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt! Sziasztok, László vagyok. Szia! Hello, Laci. Laci, honnan hívsz minket? Jelenleg Hévízről. Ó, de jó, pihensz, nyaralsz? Nem, dolgozom sajnos. Mit csinálsz? Útfestő vagyok. Ó, kicsit másra gondol az ember, hogy Hévíz nevét meghallja, akkor azt gondolod, hogy talán mondjuk egy kis családi pihenés, üdülés, de nem. Utat festesz éppen. Ilyen útburkolati jelzéseket? Így van, igen. Mit csinálsz most? Záróvonal, szaggatott vonal, gyalogos átkelő hely. Nyilakat, mert ez egy elkerülő szakasz, és itt nem lesznek zebrák. Aha, ja, és nyilakat rajzolsz. Vagy azt írod fel éppen az aszfalt, hogy nem látod, te barom, frissen festve. Igen, ne lép bele. Az nem okoz gondot, hogy állandóan átmennek ezeken a zebrákon, még mielőtt megszáradna a festék? Hát idegesítő, főleg a gyalogosok ilyenek, meg a kerékpárosok, de már megszoktam, már nem húzom fel maga rajta. Mindenki belelép, mi? Így van. Én felhúzom még mindig magam rajta, helyetted is, te tényleg. De utána azt hónapokig, évekig lehet látni az aszfalton. Igazából évente meg vannak újítva, úgyhogy annyira évekig nem. Felétek. Felhúzod magad, hogy látod, hogy valaki belelép? Persze, hát de most komolyan. A tönkre megy a festés, a szép új festés. Azt én értem, hogy tönkre megy, de hogy ezen kezdünk. Figyelj, átmegy rajta autóval, átmegy rajta kerékpárral, belemegy gyalog, és utána pedig látod, utána méter hosszan még az elkenődött festéket. Mindenhol látod, az és még szét is hordja. Tehát nem elég, hogy a festés magát tönkre teszi, hanem széthordja a festést. Legyen már rendben az országban. Probléma sajnos. A sárgát is, az ideiglenest is te csinálod? Mert az viszont arra lennék kíváncsi, most a körúton, a Hungárián még megvannak ezek az elhúzó sávok, és mindenki megy, mint a hülye össze-vissza, hogy azt nem tudjátok leszedni? De igen, végül is hát fekete festékkel el lehet tüntetni, vagy felmarni. Aha, vagy felégetni. Igen. Vagy felé, nem vagyunk mint Néró, fölgyújtsuk a várost.
Tegnap például ilyet dolgoztunk, de az Veszprém megyébe volt. Uh-huh. Na jó van. Milyenek a kérdések, Jani? Egy picit talán nehezebbek, mint a tegnap. Jó. Nehezítettél? Jó, uh-huh. Mehetünk? Igen. Na, akkor így szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Ki alakítja a Gravitáció című amerikai film főhős nőjét? Sandra Bullock. Így van. Ennyi. Így van. Sokáig nem néztem meg ezt a filmet. Aztán megnéztem, aztán megint megnéztem, aztán megint megnéztem. Háromszor megnéztem. Pont ugyanígyszer aludtam el rajta. Ez zseniális ez a film. Egyszer nagyon meg tetszett. Lehet nézni többször, mert nem értem. Engem beszippantott a hangulat. Mindig addig néztem, amíg valami történik velük, és akkor ott ellebegnek az űrbe, és ott mindig elaludtam. Pedig jó egyébként, meg tetszene, meg szerettem, meg jókat olvastam, egyszer nem bírtam végignézni. És vagy 70 millió dollárt keresett vele Sandra Bullock. Az elég jó. Menjünk tovább. Itt van a második kérdés, dedikált egér alátétért. Milyen tevékenységhez használták egykor a guzsajt? Hogy micsodát? A guzsaj. 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 Ennek a mesterségnek ez a legősibb eszköze, azt szokták mondani. Hát, ezt nem tudom sajnos. Hát próbálkozz-e, mondja egy ősi mesterséget. Mit tudom én, Kovács? Nem, de mondjuk... Nem. János, tedd helyre, ez légy szíves. Ez a fonás. Na hát, ezen gondolkodhattam volna egy darabig. Ez egy elég kemény kérdés volt, igen. De hát van ez így, hogy... Köszönöm a játékot. Mi köszönjük. Ne harí. Laci, ne haragudj, ne keseredj el. Játszottunk, itt voltál. Jó? Így van, ez a én. Köszi. Én is köszönöm. Ciao. Minden jót, sziasztok. Hello, ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hát gyerekek, bevallom férfiasan. Te se voltál guzsajból otthon? Nem. De hát ezért lehet néha könnyebb kérdés kifogni, néha nehezebb kérdés. Hát ez ilyen, nem mindig ugyanolyan szintűek a kérdések. Srácok, Csipke Rózsika című mese. Ennyi. Bocsánat. Hát csak náluk a póni olvas mesét, hát tudod? Hát náluk a póni, amit Ferinek adok. Amit Ferinek adok karácsonyra. Na jól van, oké, akkor folytatjuk mindjárt. 4 perc múlva pontosan 9 óra, jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig ugye jövünk a hírek, után senki nem menjen sehova. 9 óra múlt, pontosan 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek a hét utolsó napján, itt Budapesten süt a nap, vagy hát legalábbis sütött, amit kiláttunk, máshol írják, hogy köt van, néhány helyen csepereg az eső, minden esetre hűvös a reggel, ha valaki esetleg még olyan szerencsés, hogy most tud indulni, egy kicsit jobban öltözön föl, tegnap még 8-10 fokkor a reggel, ma már csak 3-4, nyilván azóta ez egy picit melegedett, de hűvös a reggel már, tényleg ilyen november végi, december elejé időjárás van, úgyhogy gyereket jól fölöltöztetni, bár ők már régen föl vannak, hiszen óviba vannak iskolába, és mindenki készüljön, melegen, hűvös van. Így van, és mivel jön a hétvége, jöjjön egy programajánló, csinálja mindenki azt, amit akar. Így van, köszönjük szépen, János! Egy külön műsort nekik kezdte, egy Kertváros Hévíz felől teljesen lebénult, a forgalom valószínűleg fordítva ugyanez, újítják az utakat, hát olyannyira, hogy pont a játékosunk egyébként az volt, aki aszfaltozott. Pesten süt a nap, oké, máshol lehet, hogy más az idő, M2-es végig tejköd, ezt Bigi küldte nekünk, aztán az M3-as hajdunánási pihenő utáni részén mérik a Nyíregyháza felől érkezőket, üzente Szabi, KPM ellenőrzés Pásztón, a Palóc csárdánál Gyuszi bá üzeni. Aztán Jászberény végén mérik a Nagykáta felé tartókat, csöpi a HRM vezér, Trafipax Iharosberény belterületén méghozzá a Kaposvár felé haladókat mérik. Nézem, hogy mi van. Még megyek az utcán, hallom valaki csámcsok, hátranézek, aszfalt. Köszönjük szépen. Ezt, igen, Ervinke küldte nekünk. 11-es út befelé elesett a metró áruháztól áll a forgalom, üzeni Ramirez, és a Kerepesi út befelé halál, Őrsön a sor vége, szép napot, ezt Laca küldte nekünk. Köszönjük szépen. Szeretem ezeket a régi hatás vicceket. Aszfalt. Látomás. Kimegyek a körbe, apám. Ott van apám, látomás. Igen. Többen írtok még itt SMS-eket. Igen. Többen írtok nekünk még itt SMS-eket a patakis beszélgetésünkre. Nem akarjuk ezt különösebben kommentálni. Elmondta ő, amit mondott. Mindenki döntse el, hogy miben hisz, mit gondol. Én átálltam. Én a rockban. és ilyen volt. Attilát nagyon szeretem, hogy ezt ilyen nyíltan, teljesen sisak nélkül, pajzs nélkül ezt így felvállalja, és elmondta, hogy ő ugye Barcelonában földön kívül itt látott, mi megkérdeztük mindent, amit szerettünk volna, Attila pedig elmondta. Izgalmas, nem? Izgalmas téma. Azt láttam rajtad. Így van. De tényleg az? De szerintem egy csomó embernek, aki foglalkozik az emberi elmével,
gyógyítással, mélyebb rétegekkel, stb. Szerintem felkeltett az érdeklődését a beszélgetés. Vannak szürreális reggelek, azért ez az érzitek? Tehát Ákos elmondta a fekete pénteket, reagáltunk álhírekkel, vagy jövőbeli hírekkel a fekete péntekre, aztán jött Attila, aztán Júli megérkezett egy zöld csákóval a fején, ami mozgott, táncolt, és az egész valahogy ilyen szürreális, nem? Vannak reggelek, ami kicsit mások, mint a többiek. És az a durva benne, hogy ha valaki mondjuk ilyen börtönbüntetést kockáztat azzal, hogy mondjuk ilyen élményekhez jusson hozzá, meg fizet érte, mi meg csak itt bent ülünk a stúdióba, és egymás után jönnek a különböző víziók. A víziók, igen, ez egy nagy közös utazás. Nagyon praktikus ajándékot találtam tegnap a neten, írja egy hallgató, fütyi melegítőnek hívják. Hogy? Az a szlogen, hogy ne fázzon meg a piton. Kötött puha anyagból van, és pompom van a végén. További szép napot, Judit. Na látjátok, ha húznánk, és csinálni még karácsonyi húzást, akkor ezt kapnánk tőle. Ha benneteket húznának, nekem már meg lenne. Még a lányok kaphat, is. Kaphatnánk egy ilyet tőle. Hát ha szeretnél, akkor én ezt megszerzem neked. Én most láttam egy olyan ajándékot, egy dolog, egy darab van még belőle. És tök szívesen megvenném neked, csak nem biztos, hogy téged húzlak. De tegnap láttam, fölmentem egy oldalra, és ott találtam egy, elmondhatom szerintem, egy olyan francia kártyát, és mivel te ugye előszeretettel kártyázol, vagy amikor kártyázol, akkor használod ezt a típust, amin csak és kizárólag fütyik vannak. Ne! Minden egyes lapját fütyik dekorálják. De ez lányoknak van, vagy férfiak? Én nem tudom. Én nem tudom, hogy kinek van, de egy darabban... Rajta, hogy 8-as, 9-es király, ugyanúgy, támad, ugyanúgy tudsz vele kártyázni, így van, csak zavarba ejtő. De férfiként te akarsz fütyiket nézni kártyázás közben? Nem. Hát, fel se tudja. Hát, ha már kártyázol, akkor már röhögél, nem? A póker közben vagy egy kicsit keményem, még évek óta nem kártyáztam sajnos, de hogy kerülsz te ilyen boltokban? Az egyik hallgatónk rákérdezett, hogy mi volt az a társasjáték, amit Juli ajánlott egy pár hónappal ezelőtt, illetve amiről ő beszélt, hogy igen, azt is már használtak, és fel... Na, és utána néztem ennek a társasjátéknak, és azon az oldalon már volt. Magyarázkodik már. És csajos nem volt? Nem, nem. És azon csodálkoztam, hogy nem volt a magyar kártya belőle, mert oda például nagyon jó passzolt volna a Makkászhoz, vagy ilyesmi, de csak franciába volt. Ugye egyszerűen nagy közhely téma, de megcsinálhatjuk, hogy a legértelmetlenebb ajándékok karácsonykor, hogy mennyi rossz és értelmetlen dolgot engednek a piacra. Tegnap a Viki mesélte, hogy látott egy olyan, én nem is tudom, katalógust, vagy újságot, vagy internetes portált, ahol különböző plüssből készült dolgokat tudsz megvenni. Na most ugye, ha azt hallod, hogy plüss, akkor arra gondolsz, hogy ha gyereknek veszel, akkor plüss mackó. Cuki játék. Van a családban gyerek, vagy valakinek viszel, akkor plüss dolgokat veszel. Itt a következők voltak. Plüss végbél. Hallálosan, komolyan mondom. De csak, hogy ha akarjátok, megmutatom, hogy miket tudsz te megrendelni plüssből. Te tomporral együtt, vagy pedig csak... Nem, maga csak a look, és ez plüssből. Tehát, hogyha neked a gyereked ingerenciát érez arra, hogy egy plüss végből játszol, vagy te vagy annyira beteg, akkor meg tudod venni plüssből a végbelet. De meg tudod venni a plüss gyomrot is, és plüssből kapható gyomor, a gyomor szerkezetét bemutatja, csak plüssből készül. Én nem is tudom, ez most vagy internet volt, vagy valamilyen katalógus, ahol ő ezt mutatta. Akik az orvosi pályára készülnek? Plüss végbél. Ez egy jó kérdés, nem tudom. A maguk valóságában még esetleg sokkolná őket egy belső szerv? Anya, és megkaptam karácsonyin azt a pulóvert, amit szerettem volna? Nem, de kaptál egy plüss végbelet, Jancsikám. Boldog karácsonyt neked. Jó. Kérlek szépen, az első, amit kiad, kedveskedjen plüss végbéllel gyermekének. Nem hiszitek el? Hihetetlen. Szóval, hogy... Vékonybél. Ezt szerettem volna karácsonyra. Köszönöm, anya. Pistike, ne legyél így, edd meg a halászlevet, csak utána játszhatsz a vastagbéllel. Most a hugod játszik vele. Érted? Hogy milyen elvetemű. Leteszed azt a vesét, és előbb megcsinálod a házi feladatodat. Csak azt nem értem, hogy azért dobják piacra, mert erre igény van, vagy egyszerűen csak kidobják, és aztán van az az elmeháborodott, aki egyébként tényleg megveszi a gyerekének, vagy felnőttekre appellálnak, és azt gondolják, hogy majd céges bulikon, meg mit tudom én, a húznak felnőtt emberek, akkor egy viccből megveszi. És nem is ez a durva. A legdurvább az, és most kapaszkodjatok meg, hogy minden egyes plüss végbélnek, minden egyes plüss bélnek, gyomornak, vastagbélnek külön személyisége van. Ami arról szól, hogy hívhatod, nevezheted, becézheted valahogy, és mindegyiknek van egy neve. Tehát mindegyiket felruházták. Bécinek például. Béci. Végbéci. Igen, ha például. Ha felnő végbél az. Hogy mindegyiknek van egy személyisége. Mindegyiknek van egy személyisége, igen. Ha felnő, most csak Béci, ha felnő Béla. És az a durva, hogy ezeket te felruházott személyiséggel, és bizonyos
testrészek, mint a gyomor vagy a végbél, végre tudnak hajtani bizonyos produkciókat. Aha, de a, ami illik na, hozzá, olyat? Igen. Aha. Igen. Tehát a végbél az... Aha. Igen, tehát a végbél... Nem, nem olyat, semmi durva nincs benne. Ja, a végbél, azt elmondom, mit csinál, a végbél a Snoop Dogg-ot énekel. Ja, na... Érted, hogy mennyire? Mondjuk, egyébként mi vagyunk a betegek a feleségemmel, hogy ilyen oldalakon kolbászolunk egyébként délután, amikor ugye belép. Nem, magas a gyerek inger küszöbe. Mit vegyünk a gyereknek karácsonyra, tudod? És hogy Snoop Dogg-ot énekel a végbél. És akkor a gyomor is csinál valamit, a vastagbél és a végés, és ezek mind plüsből. Nem is tudom már, mi volt az ára. Majd Viki úgyis megírja. Hogy ez mennyire? Lehet őszinte, hogy, ez hogy megrendeltétek. Lehet hát egyet, egyet. Na azért. Ez a baj, hogy nem tudunk egymásnak mit venni, és mi elmentük ebbe az irányba, hogy kiveszi meg a másik. Rég. De elképzelem, hogy a karácsonyfa alatt ott álltok, Vikivel szemben, és akkor Viki átad neked egy csomagot, és azt mondja neked, hogy, hogy annyiszor kérted tőlem, de most megkapod. Tessék. A pulóver. Egy ánusz. Egy plusz ánusz. Annyiszor kért. Szóval, hogy ilyenek vannak. Gyomornak ezeket... összehúzódása, tehát hogy mozog is. Azt nem tudom, aha. Tehát hogy ezeket nem vizsgáltuk úgy tudod meg. Tudod te? Igen. Majd meg tudod szedteste. Igen. Tavaly én nem is tudom, mennyire értelmetlen dolgot kaptam. Azt kitől kaptam? Tavaly kaptam egy... Hát tőlünk biztos nem. Anyósom, figyeld, anyósom. Tehát, hogy milyen épkézláb család vagyunk. Szenteste, család, halászlé, anyósom, tudod, mit vett nekem? Csak én mennyi? Egy táncoló nyakkendőt. Mama, de ügyes. Mama, belrakod a nyakadban, és megmozdul a nyakkendő, és táncol a nyakadban a nyakkendő. Hogy az én családom azért elég elmeháborodott, nem? Mert hány másodpercig örültél neki, álságosan. Szó, egész este, szerintem. Mondtam, mama, hadd csókoljam szájon, ez olyan gyönyörű. Mama, bújjon ide. Nem, mondtam neki, köszönöm, nagyon drága vagy, szarva volt a nyakkendőnek, szarva, aha. És rendesen igen. Így a vég egy kicsit mozgott, és tudott énekelni. Ez... Mi volt a dalra, emlékszel? Hát gondolom Jingle valami, Jingle Bells. Vagy Merry Christmas, hát, igen, ezt vette az anyósom. Idén ezt tudom, hogy hasonlóan értékesel kell visszanyoznod. Na, tessék, nem? Egy végbél, egy plusz végbél. Hát, én meglepném a mamát. Nekem nagyon fura a családom. Hát, vagy a sapka, amit a Júli megvillantott. És üljön abban egész vacsora alatt. Igen, és akkor jött a Viki húga, és ő is azt mondta, hogy boldog karácsony, kibontottam azt is, kicsit félve, és egy következő rénszarvasos nagy ilyen kötött pulcsi volt, tudod? Az a... Van olyanod? Az a legcuki. Ha láttál már igazán az, rondát. Ne, a legcuki, holnap, vagy hétfőn gyere be. Bejövök, a piros. Az a legcukibb gyerekek, és az a baj, hogy az én méretemben nincs, mert nagyon sok formá kell. Piros, zöld szarvasokkal. Oké, okay, de te felvennél egy olyan pulóvert, aminek dudál az orra? Szerintem azért az elég vele. Jó, karácsonykor én is abba voltam. És összehajtogattam, és mondtam, de édesek vagytok, soha többet nem vettem, azt sem tudom, hol van. Tudál az orra. Tudál az orra a rénszarvasos pulóvernek, csak hogy mennyire értelmetlen. Ez addig jó, amíg a gyerekek mennek oda hozzád, és megnyomkodják. Csak az a baj, hogy előbb-utóbb a haverjaid is felismerik a dologba lejövő lehetőségeket, meg a rokonok. És jönnek oda, és mindenki, hát Baláskám, hadd nyomjam már meg az orrád, olyan aranyos kis helyes. Van ilyened. Mutasd a képet. Azt a neki. Megtaláltad a képet? Na most azt, hogy a hülye lila pónival vagy ez. Azt te fogod, az majd a tiéd lesz most karácsonykor, adom neked. Ezt nézd meg, hát gyönyörű. Egy óriási rénszarvas, és dudál az orra. Aha, hát ezért ne tudd meg, amikor állsz ott a falat, és úgy vársz valami értelmeset, és kicsit azt gondolod, hogy azért a gyerekről szól a karácsony, de azért aha. Hát, ha én is kapok valamit, aminek egy minimális, egy picit örülök, kapsz egy táncoló nyakkendőt, meg egy dudáló orrú pulóvert, és így összehajtogatod, elrakod kicsit, még egy üveges tekintettel nézed magad. Biztos szeretnek. Akkor vacsorázzunk. Igen, szép fotó, gratulálok, a gyerek nagyon szép. Az összes többi szerintem. Ez nagyon kellemetlen. Jó, ezt elmesélhetem, hogy néz ki. Tehát nem, na most, bármit nyugodtan. Tehát, hogy az, hogy megkaptad a táncoló nyakkendőt, az oké, okay, Jani, figyelj. Figyelj, az anyósom. De miért félmeztelenül kell kipróbálni? Mi történik? Szerintem ott már egy kicsit. Hát figyelj, nálunk jó hangulat szerint. Figyelj, mi azért egy kicsit ilyen, ha lehet úgy mondani, unortodox módon ünnepeljük a karácsony, sehol más nem zajlik. Figyelj, én anyósommal tudok félmeztelenül táncolni egyébként, tehát hogy ebben nem ez semmiféle. Figyelj. Nagyon jó. Meglehetősen gátlástalan vagyok vele, úgyhogy... Figyelj, én Viki eddig is imádtalak, de az, hogy te így adod ki a férjed, ez, ha ez kész vagyok tőle. Az este 11 óra után készült fotók már ne kerüljenek elő, jó? Amikor... Atya Isten, nem. Nálunk van egy ilyen, mindenki fölveszi, amit kapott, bemutatott, fotózhat a többi, tehát kicsit... Én minden évben meghívlak benneteket, és soha nem jöttök át, még szegény Anett, amíg itt volt, ugye én őt meghívtam, és ő se jött át. Ez is nagyon jó. Én mondtam, hogy gyertek át hozzám karácsonykor, ott igazán jó parti van. Olyan van, hogy a kedves mamának a nyakában csak az a színházi látső van, amit tőle kapott. Nagyon menő egyébként, igen, ott sétálok kétségbe esetten. Van, abszolút. Tehát 11 órakor striptizál. Átadjuk, gyerek lefekszik.
A gyerek reflexik, és akkor mama mondja, hogy akkor a 9 és fél hétre hagy strip-11-et. Minden évben elsüti, de mondjuk, hogy mama hajrá. Strip-11-em. De nem a függöny mögé áll be, hanem a redőny mögé, hogy kevés látszódja. Viki, ezért szeretném, hogy az összes karácsonyi képet... Ne, nyugodtan, én imádom, Viki, ez nagyon jó. Én értem, hogy egy pillanat alatt feláldozol engem az oltáron, és egy poén kedvéért te odadobod a férjedet, de azért ez nem mindent. Nem mindent. Én mondtam, hogy gyertek át, soha nem fogadja. Hangulatosak nálatok. Most így picit elvetted a kedvemetől, ez egy nagyon fura család, nagyon fura hely. Káposztát, halászlevet, egy csomó lehet enni mindenhol normálisan. De ilyen buli nincs. Na jó, de egy szárnyak kendőbe ugye, ami táncol. Hogy miért vagyok ott félmesszen? Isztok is, vagy izé van? Hát, de... Mutatom én át. Abszolút herbálozunk, úgyhogy semmi szintetikusat nem viszünk. Ezeket a képeket is meg lehet természetesen nézni majd az Instagram oldalunk. Egyre többen vagyunk. Lájkoljátok. Csak mondom, hogy egyébként Viki a meghitt családi képeket Annával és Ulival körbeállva mutogatja. Köszönöm. Hogy minek neked jó barát, ha ilyen feleséged van? Ő a te titokminisztered. Rábíztál minden. Fiad is hangosan, Visi. Na, Juli, gyere, mert mondtad, hogy mondani akartsz valami, hogy történt veled valami. Juli, gyere be egy picit, miután megnézted az összes családi fényképet, ahol mesztelen vagyok karácsonykor. Hogy... Mi történt veled? Éppen azokról a pillanatokról akartam nektek beszélni, amik beégnek a retinába, és a Viki még mutatott néhány képet. Igen, szeretem a feleségemet, hogy ő így beáldoz egyébként, igen. Néhányat felteszünk az Instagramra majd, igen. Szóval volt már veletek olyan, hogy éreztétek, hogy most vagyok a megfelelő időben, a megfelelő helyen, és valami olyasminek vagyok a szemtanúja, aminek, hogyha mondjuk 2 másodperccel korábban vagy később érkezek, vagy nem oda nézek, és valószínűleg senki más nem látta rajtam kívül, akkor arról lemaradok. Uh-huh. Képzeljétek el, tegnap mentem a kocsival, itt van egy ilyen kis kerülő út, át lehet menni a Népligeten, és oda néztem, és azt láttam, hogy egy elegáns úriember fekete ballonkabátban, öltönyben pont akkor rakta helyére a csomagot. Igen, de hogy mintha kiszámolták volna, oda nézek, helyre rakja, visszanézek, hogy nektek volt már, és az a, ó, Jézusom. De lenne kint volt a csomag, úgy rakta helyre, vagy csak megigazította? Szét volt nyitva a ballonkabát, és ő így benyúlt, és így megigazította. Tehát, hogy pont, ahogy ki se lehet számolni, tehát, hogy ezek ilyen, uh-huh. ilyen amikor ülsz a forgalomban, a piros lámpánál oldalra nézel, és azt látod, hogy ide hát bent van az Hány ilyen van nekem is? És szóltál a bácsinak, hogy remélet, hogy megvan, vagy nem mondtál semmit? Nem, hát mentem tovább az autóval, tehát, hogy ez ha mondom, ha egy picivel gyorsabban megyek, akkor lemaradok róla, és hogy hány ilyen van, és az Annának meg van egy nagyon meredeket, csak most már kint megvan borulva most a fényképeken. De ebben tudod, mi a durva? Mindjárt elmondja Anna is, hogy megpróbálod elfelejteni, és minél jobban megpróbálod elfelejteni, egyszerűen annyira beég a retinádba, én hányszor futottam bele ilyen oldalra nézel, és a csávó vagy a csaj, ami még durvább, úgy tűnik el a saját orrában, hogy legszívesebben átkopognál, hogy megvan-e, vagy segítsél, és azt látod, hogy nem veszi észre, hogy nézed, hanem ilyen nagyon elmélyülten, átszellemülten keres. Az megvan az a pillanat, amikor a kocsiból átkérdezik. Zavarban vagy elfordulsz, de jön a kis ördög, hogy visszaforduljál, hogy még mindig csinálja el, és akkor megint visszafordulsz, és látod, hogy még mindig, és nem tudod levenni róla a szemed. Sajnos nekem pont tegnap volt egy ilyen. Mit láttam? Az autóval, hát nem csak láttam sajnos, hanem egyebet is, és tegnap történt önök egy benzinkúton, beálltunk tankolni, egyszer csak látom, hogy jön egy ilyen úriember, melegítő nadrág alul, bőrkabát felül, ismeritek ezt a típust, kerékpárral, az egyik kerékpár, a kerékpár egyik pedáljáról hiányzott is a pedál rész, az egészen nagyon fura volt, oda ment a kúthoz, elvette ugye a pumpáló szerkezetet, egy kis kompresszort, hogy felpumpálja a kerékpárnak a gumiját. Én elnéztem egy picit balra, láttam, hogy közben a nejem bemegy fizetni a kútra. Jobbra néztem, akkor már az úriember... Várj egy kicsit, azért néztél el balra, hogy pihenjél egy kicsit. Persze, pihentesem a szememet a látványtól. Visszanézek, a bácsi már legugolt a kerékpár mellett, ami el volt borítva a kút mellett, pumpálta föl, és ránézek, és látom a hatalmas megfeszülő tomport a melegítő nadrágba, recsegő hang egyszer. Nedves recsegő hang még egyszer. Még nedvesebb harmadszor. És így álltam, és így mondom, én ezt, úristen, én ezt nem viszem el, és nem fogom elfelejteni szerintem soha. És ott, és ugyanúgy pumpálta tovább, ugyanolyan, azzal a magától értetődő természetességgel, mintha mi sem történt volna. És beég, és tényleg annyira beég, hogy utána a napközben is eszedbe tud jutni, meg este is, nem? És aztán így felállt, és én elégedett arccal, visszatette a kompresszort, felült a bicikliről, és gumi fölfújva neki, kijött, ami eddig zavart.
atya úristen. Én komolyan. De tudod, vigyorogtam, tehát, hogy ez a jött visszamon, és mondani, hogy te ezt nem fogod elérni, hogy mit értem át. Borzasztó volt. De nem szóltál neki, nem mondta semmit. Nem. Hát, ha lehet, hogy egészségére. Kicsúszott, papa, sikerült, egészség. Kedves egészségére. Sikerült fölfújni. Jó, mindenre látom, és nem tudod elfelejteni. Nem. Ugye? Tehát Julinak is gondolom, ez egy olyan pillanat, hogy ott van, és látod, Anna, neked mi volt? Nekem is volt, én sem tudom elfelejteni, de nagyon régen rossz volt. Nem olyan, hát régen, igen, egy olyan 2 éve. Parkoltak autók, és mentem a járdán, hát hogy az lenni szokott. Ez soha nem történt ilyen, és oda fordultam egy parkolóautóhoz, és hát ült benne egy fazon, aki pont örömöt szerzett saját magának. Ne! De jó, fényes nappal! Fényes nappal, és összeakadt a tekintetünk. Hát, de na, akkor megdobtad a délután. De honnan tudod, hogy nem csak beakadt a slicce? Nem, figyelj, vagy, nem tudod, láttam, valamikor a pulóver vagy nem. Az alsógatya bekapja a slicce. Aha. Hát, ja. És ezt egy ilyen és gyors rángat, mozdulatokkal aha. Le föl kell rángatni? Érdekes volt, igen. Nem. De nem, lehet, nem. Hogy csak a paklit keverte. Igen, vagy bezsírozta a cizzát, és azt járasztott. Zavartan elfordultál. Hát iszonyú zavarba, mentem tovább. Hát ez de az miért nem nyaltad meg a szádot? Jaj, nem nyaltam meg a szám. Kézzel beültem mellé, Jani, és befejeztem a sztorit. Nem, jó, vagy legalább egy feltételt a hüvelykúj, hogy valami... Nem, zavarba hajrá. Jöttem. Én itt ott így, úristen, mondom, és így mentem tovább, mert Jézusom. De mi történik azzal most? Ne részletezzük meg, nem is kell, csak hogy elkapja az embert egy inger, és azt mondja, hogy nem várok, amíg hazaérek? Hát vagy egy hirtelen egyszer csak ez rád tör, és azt mondta, hogy ha most nem, akkor meghalok? Meglátta az Annát, és nem, hamarabb tör. Nem, már messziről látod. És te befordult, tehát beálltál mellé a parkolóba, egy kocsival? Nem, mentem gyalog a járdán, és parkoltak egymás mögött az autók. Aha. És soha, hát mit nézegetsz? Hát ott parkolnak az autók. És így mentem el mellett, és nem is láttam, hogy ül benn valaki. És akkor jobbra fordultam, a tekintetünk akadt össze, és egy másodperc így, hát láttam, amit láttam. Na, és akkor így mentem tovább. Na, úristen, mondom, de kellemetlen. És látod, ez az izgalmas ebben a sztoriban, hogy sosem nézel nagyon. Be az autókba. Így mész el a parkolóautók mellett. Melyikbe nézed bele? Pont akkor. Igen. Valószínűleg itt neki az volt az izgalom, hogy őt megláthatják, tudod, és az adott egy ilyen plusz töltetet. Biztos. De ez nekem, ez és beíget. Másnap, amikor és ez... újra arra mentél az eset miatt, akkor... Igen, mint nyuszika a folyóparton, igen. Igen. Másnap, amikor... Na, tessék, másnap, hogy arra mentél? Arra mentem, csak azt a piros asztrát láthatnám meg. Jaj, Istenem! Egyébként tényleg beígnek. Tehát, hogy most ez mondjuk valóban durva, de hogy vannak olyan pillanatok, amit ha egyszer látsz, hosszú-hosszú ideig nem tudod elfelejteni. Igen. Ugye? Igen, abszolút, így van, tényleg. Nekem ez ott van, sajnos. Mint a Janinak a recsegős papsiú. Nem hiszem el. Tényleg. Hát ez van. Igen. Na jó, írjanak nekünk a hallgatóink, jó drága Morning Show hallgatók, hogy kinek milyen pillanat volt, ami annyira beégett, nem kell nyilván, hogy durva legyen, csak valamit az utcán láttatok, tömegközlekedésnél, bárhol, ahol éppen voltatok, és az beégett nektek, jó? Hogy mi volt ez a pillanat, és éppen mi történt. Jó, 9:30 múlt pontosan, megőrülök tőle, 9:30 múlt pontosan 4 percem. Jó, akkor kimegy a Jani, jó? Ha nem, neki mondtam. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival és az SMS-ekkel. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:40 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Beégett pillanatokról beszélgetünk, olyan pillanatokról, ami nem feltétlenül azért ég be, mert hogy olyan durva vagy annyira gusztustalan, egyszerűen az ember nem tudja elfelejteni. Egy oldalra kapott fej, és egy pillantás után látsz valami olyat, ami hát, de nem tudod kiverni a fejedből. Nem tudod elfelejteni, és bármikor, ha ilyen téma jön, akkor azonnal eszedbe jut. Hát van jó néhány SMS, egy csomó beolvashatatlan, tehát nem akarunk ilyen irányba elmenni, meg nem is ez a cél, hogy ennyire, hát hogy is mondjam, gusztustalan dolgokkal foglalkozunk, ezeket sajnos nem tudjuk beolvasni, de van egy-kettő jó. Jól szituált 60-as az Astoria aluljáróban lépcsőn felfelé fotózgatott a csajok szoknyája alá. Nem tudom elfelejteni. Egyik körnél utána mentem, kapott fent egy nyakast. Meglepődött, írja Laci, neki ez beégett pillanat. Az én szomszédasszonyom 75 éves nyáron mesztelenül csukta be kulccsal a lépcsőház ajtót az orrom előtt. Nem akarok emlékezni. De milyen mama lesz, ha csak így elfelejtette? Mama beszél. Ez mire a nagyon van. Meleg van, édes fiam. Lement mesztelenül és becsukta a lépcsőház ajtót, igen. A mostani páromat láttam meg házi kis videón az exével, ahogy éppen témázgatnak. Számítógépen hagyta a csoda filmet, én meg sima filmet kerestem, amit alvás előtt
meg akartam nézni. Higgyétek el, rendesen beégett az agyamba. Nem sokat aludtál. Andi Cirmi küldte nekünk, ez is milyen kemény, nem? Hogy a saját laptopodon tárolod az exeddel készült home videót, azért az elég amatőrnek kell lenni. Sose fogom elfelejteni, mikor az egyik üzletben egy nagy szoknyás néni legugolt a sorok között, és egy kisebb csomagot hagyott maga után. Sokkot kaptam, írja Szandika, aki ebben az üzletben dolgozott. Sziasztok, én ugyanúgy jártam, mint Anna, csak én a kupés vonaton éltem át ezt 16 évesen. Utána, mint aki jól végezte dolgát, leszállt a vonatról. Azóta se tudom elfelejteni, írja Ildi. Te jó Isten! Nekem tegnap volt reggel a busz megállóban, hogy a pasi örömet szerzett magának, miközben vártam a buszt, síró görcsöt kaptam. Nem már, puszi, Ancsa. Ez egy ilyen vonal, hogy mindenki... Ez egy betegség, hogyne? Persze. És akkor azt élvezi, hogy látják? Hát látja, vagy hogy megbotránkoztathat, lebukhat, észrevehetik, sőt meg is mutatja. Hát persze, hát ez egy defekt. Ha várakozási időt akarják így lerövidíteni, akkor inkább javasoljuk a kőpapírollót, ugye, tegnap óta. Sziasztok, budapesti Soroksári úton araszoltunk, az IFA platón ült a sofőr egy vödrön, és a nagy dolgát végezte. Hát, hogy meg kell oda, az a szükség. És próbálom ezeket úgy beolvasni, hogy ez abszolút vállalható. Egy vödörbe, az... Beég, ez beég. Az... Szerintem az menő. Abba van rock and roll. A saját ifád platójára fölülsz, és azt mondta, hogy nem érek haza. Srácok, nem ennyi. Érek haza. Mi, mit csináljon? Hát, nem tudsz mit csinálni. Fölülsz a platóra, igen. Szűröd. Nem könnyű. Anna, nem lehet, hogy az az ember, akit te a kocsiban láttál, csak kőpapírollózni hívott. Tényleg. Egy, kettő, három, papír. Igen, ez Pál ezt küldte nekünk. Egy, kettő, három, papír, ahogy mondom. Igen, egy, kettő, három. Ő volt Maradok a magam ura. Ő volt a japán életművész, a Maradok a magam ura. Igen. Jani, neked üzenik, nyugodj meg, Jani, a bácsi csak nyomás kiegyenlített. Atyaisten. Hát, igen, van egy-két SMS, csak az a baj, nem tudom. Van. Azt mondja, hogy nem tudom kiverni a fejemből. Szombathely Budapest vonat fülkés vagon, velem szemben csúnyácska fiatal pár, lánka nyomkodja a fiú pattanát. A fiú pattanásait, és extraként beszélget. Van rá tanúm. Ezt Csáres küldte nekünk. Köszönjük szépen. Gázszolgáltató várakozóban ácsorgott a világ legtutibb milfie. Nézegetem, gusztálgatom, ami ki nem szakad belőle egy olyan büfi, hogy máig visszhangzik, és nem tudom kiverni a kolbászszagot a fülemből. Az a legjobb családból is előfordul. Persze. Jó, de amikor azért egy ilyen díjnyertes milfetot nézegetsz a gázszolgáltató. És elereszt egy iszonyat kolbászos felhőt. Igen, na jó, és az utolsó. A 4-es-6-oson ültem, könyvet olvastam, amikor egy pasas megállt előttem, és szemtelen arccal letolta a nadrágját. Szemmagasságba mindenkit sokkolt. A következő pillanatban megcsókolta a padlót, és mint aki jól végezte a dolgát, leszállt. Hasra vetette magát csókpadló, és elment? Azért az megvan, hogy ahogy ülsz egy ilyen kis finom Dostojevszkijel ott a 4-es-6-oson, éppen Raskolnikov kalandjait olvasgatod, és így finoman jobbra nézel, újra ránézel a könyvedre, megint jobbra nézel, és azt látod, hogy ott van. Igen, gyerekek, vagy inkább az orosz realisták. Sokkoló, nem? Az. Hát képzeld el. De mi a ma padlócsókolás, nem értem? Azt... A kuki az rendben van, azt értem, de hogy a padlópuszi? Nagyon kemény, igen. Én egy fotót nem tudok kivenni a fejemből. Pár évvel ezelőtt láttam egy újságban egy ismert üzletember életmód tanácsadó látható rajta a családja körében, rövid nadrágban, és hát picit több látszik a képen, mint amennyit Atyaisten. Szerettek volna megmutatni. Na, hát az is ilyen. Igen, nem az, tudod, ez nem az volt. Nem tudod kiverni a fejedből, igen. Figyelj, csak hogy kiverhetetlen pillanatok a fejben. Két éve télen mentünk suliba. Az egyik háznál egy nagyon dagadt fickó mesztelenül letette a galambjait. Én imádom. De miért mesztelen? Mert valószínű, hogy valószínű, egy picit kattant. Nem? Biztos nem eteted. Biztos vagyok benne. Biztos. Na jó, van, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, ha jön egy-két SMS, akkor még gyorsan utána olvasgatunk párat. Ugye miről is volt ma szó? Felhívtuk Pataki Attilát, aki elmondta, hogy látott egy alakváltó UFO-t. Ez az egész reggel kicsit szürreális volt.
ami Attilánk ide jól beillett, alakváltó UFO-t látott Barcelonában egy autóbuszon, amin ők is utaztak. Igen, és én voltam az ő barátja, hogy elmondja. De mi sem voltunk most az ellenségei. Nem, abszolút tök, nem. Tényleg tök távolság tartóak voltunk a témával, és Attilával szemben, és teljesen másképp viselkedtünk, mint korábban. Most megdicséredsz minket. Igen, jó? Kedvesek voltatok, aranyosak voltunk. És udvarjasak. Igen, Attila elmondta, hogy hogy néznek ki az alakváltó UFO-k, és hogy mikor fedik föl magukat. Tök komolyan egyébként, bármennyire is szürreális, és arról volt szó, hogy hogy beszéljük le a gyereket egy olyan ajándékról, amire vagy nincs pénzünk, vagy értelmetlennek tartjuk, vagy nem akarjuk megvenni, vagy egyszerűen tényleg azt gondoljuk, hogy ennél kaphatna a gyerek valami hasznosabbat, és hát egyszerűen lebeszéljük, hogy beszéljük le róla. Ugye? Ez volt a témánk, úgyhogy ezeket a pillanatokat most megmutatjuk. 5 perc múlva pontosan 10 óra, Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Hello. Hallottál már a kajmán kultúráról, Csabi? Hallottam ma reggel nálatok. Na, azért szerencséd, mert akkor te is a csapathoz tartozol. Azon gondolkodtam, miközben hallgattam újra ezt a beszélgetést, hogy azt mondta az Attila a Balázs kérdésére, hogy az UFO-k gyakorlatilag bármit megtehetnek, bárkinek az alakját fölvehetik. Mi van akkor, hogyha az, akivel beszéltünk, az valójában nem is Pataki Attila, csak valaki egy másik égitestről, aki le akarja járatni őt. Tehát volt egy régi Pataki Attila, ugye? És akkor ő kicserélték most egy UFO-ra. Na? De hol van akkor az igazi Pataki Attila? A Marson koncertezik? Nem tudom, lehet, hogy valahol egy szobában van. Zárom, meg van láncolva, és 150 egyszerre énekli el ma már a kör közepén állok. Gyere, őrült, ott azt énekli. Egyébként tök rosszak érdekes lenni, belehallgatni egy olyan beszélgetésbe, ahol nem a laikusokkal, a hitetlenekkel beszél az Attila erről, hanem olyanokkal, akik szintén ugyanígy gondolkodnak. Mert lehet, hogy sokkal többet megtudnánk belőle, mert hát ugye most kicsit a Ferit betámadta ezekkel a vicces válaszokkal. Hát de én meg végre egyszer komolyan kérdeztem rá, tehát már majdnem elhittem. Igen, csak ezt nem hitte el, hogy te komolyan kérdezel. Valószínűleg annyit kérdeztél már komolytalanul, hogy már nem hisz neked senki. Na de egymást nem kéne meggyőzni. Soha. Egymást a hívőknek nem kell meggyőzniük. Hát azért voltam én az egyetlen barátja ebben a beszélgetésben. Aha, te álságos, te. Azt a barát mondani, hogy először higgyél, és aztán fogsz látni. Hívjuk a rap hallgatóját már is. Ha mondja, hogy morning show, akkor övi az ajándékcsomag. És akkor fogsz látni, hogy hiszel. Mi van? Hol ezt már én sem értem, pedig sok ósót olvasok. Csak gondold végig a szavaimat. Whistle, Florida. Hogy az? Az volt? Mondta. Az volt. De jó! Azt hittem, hogy Balázs már elköszön, csak forról más alangzókkal. Nem írtad alá, hello, hogy hívnak? Sziasztok, Füli vagyok Eszterről. Szili? Füli, hello, Füli, jó reggelt. Ugye írtad, arról beszélgettünk hét után, reméljük, hogy nem lerombolva Jézuska létezését, mert hogy ugye Jézuska létezik, hogy hogy beszéled le a gyereket arról, hogy ne azt kérje a Jézuskától, amit ugye szeretnél, hanem hogy szeretnéd meggyőzni a gyereket, hogy mást kérjen a Jézuskától, vagy mert drága, vagy nincs pénzed, vagy nem akarod, vagy értelmetlen, vagy egyszerűen tényleg horrorára van. Te írtad a legjobbat, hogy karácsonykor hogy tudod megindokolni a gyereknek, hogy miért nem azt hozta Jézuska a fa alá. Az SMS-ed ennyi volt. Fiam, oké, hogy megírtad a levelet, de fel is adtad. Könyörtelen, de nagyon jó. Ha el se jön be, mert a gyerek nem jön el cuccol, akkor marad a gáspálci módszer általadin. Igen. Mekkora a gyerek nálatok? Hát még nincsen, csak készülünk rá, úgyhogy most azért ilyen szülői most még persze, most még írod, hogy feladtad. Aha, majd mikor meg lesz, akkor olvadozva mindennek próbálsz megtenni, hogy rajta vagyunk. Igen, amit a gyerek szeretne, megpróbáld neki előteremteni. Jól van, van egy ajándékcsomagot, küldjük neked, te vagy a naphallgatója, köszi, hogy minket hallgatsz. Köszönöm, sziasztok, ciao, ciao. Köszi, ciao, hello, hello. Csabikám, zajlik még a játék? Még a mai napon számtalanszor lehet nyerni és játszani. Minden órában vannak koncertjegyek, többek között ugye az Edda jubileumi buliára, ami majd áprilisban lesz, 2015-ben, de hát még egy csomó van, azt mindig mondjuk, hogy éppen az adott órában mire lehet nyerni. Dunai városban tessék keresni White Boyt az első órában, és dupla nyereményünk van, egy Otto ísépet is be lehet szerezni. Azaz. Úgyhogy persze zajlik a játék egészen délután 6-ig. Nagyon jó. Továbbra is érdemes figyelni, fülelni. Mint 5 éve minden perc. Mi a recept, Feri? Mr. Puliszka öröme. Mr. Puliszka? Nem Puliszka lesz. Mr. Puliszka öröme. Ez a francokat. A csúcs élelmiszerek, amiket már a múlt héten mondtam. Egy új zakó.
Nem, az nem recept. A salátánk olyan, hogy ha ezt meglátja mi Gáborunk, át fogom neki küldeni, besír, bekönnyez. Kérlek szépen friss penótlevél, mert most megint tele van a piac, meg a nagyobb zöldségesek ilyenekkel. Sült cékla, dió van benne, ez maga, és egy irgalmatlan karaj hozzá sütve. Aj, de szeretlek, hogy ilyen vagy, vártam. De meg lehet osztani, mert a saláta az tényleg vegás, az tényleg olyan, hogy meg fog örülni, és egy gyönyörű karaj. Hát az ennyi, olyan az felésen, így van. Jó van, Csabi jön a kívánság műsorról, 555-55-00, ez a telefonszám, receptünk fönt van a Facebookon, lesütve, lefotózva, megcsinálva, hozzávalókkal. Jó, Csabitól kérjetek dalt, ja. Mi pedig jövünk hétfőn pontban 6 órakor. Szép napot, szevasztok! Sziasztok! Hello, jó, ciao. Ciao, ciao.